Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Ez itt a Best of Morning Show. Ha már téli olimpia, kijutottak a jamaikai bobosok, óriásia. Igen. Ők hogy? Hogy harcolták ki a kvalifikációt, meg egyáltalán hogy jutottak ki? Hát gondolom, hogy teljesíteni kell. Azért nem úgy van, hogy hiába jelentkezel, ha más nem jelentkezett abból a régióból, akkor automatikusan bejutsz, tehát teljesíteni kell. És ők építettek Jamaikában egy bob pályát? Mert ugye... Ők annak idején szárazon edzettek, erről száraz egy edzés volt, készült. Igen. És akkor sikerült mondjuk így kvalifikálni magukat. Szerintem itt is az van, hogy egy bizonyos számú pontot nekik fel kell mutatniuk, ilyen világkupa versenyeket. Indulniuk kell, célba kell érniük, és pontokat kell gyűjteniük. De az meg vagy úgy jutottak ki, hogy megkérdezték a csávot, aki egyébként a harmadik vagy negyedik olimpiára készül már indulni, vagy csak kijutni, nem tudom. Ő elmondta, ez a Vac nevű ember, hogy hát egyelőre nem tudják, hogy ki tudnak-e menni, mert nincs pénzük úti költségre. de hogy ütötték meg a szintidőt akkor? Hát nem biztos, hogy ki tudnak menni, mert jelen pillanatban nem tudják kifizetni a kiutat. A négyes nem jutott ki, a kettes kijutott, tehát ott a másik kettő semmi. Igen. A kettes kijutott, de nem tudnak menni, nincs pénz. Nyilván egyébként a kettes az a négyesnek a fele. Tehát, hogy ugyanaz a két ember lehet biztos. Vagy igen. Na, akkor kivegy a kettes. Nem tudom, hogy névre szóló, igen. Lehet, hogy sorsot húztad. Vagy országon belül kell megütni a kvalifikációt, nem, és ők legyen. Tehát akkor van egy nemzetközi szintidő. Bár azért ne felejtsük el, hogy például Erik az angolna, ugye? Igen. Hogy ő is úgy jutott ki, hogy az országából nem volt más, aki jöjjön. Tehát ők kaptak egy lehetőséget, és akkor ő úszta be magát a 25-ös medencében. Igen, de ez önmagában, ez, tehát attól, hogy mit tudom én, az országodban te képviseled abban a sportágban a legjobb vagy legmagasabb szintet, az még automatikusan nem jelenti azt, hogy kívül vagy. Oda? Ott abban a sportágban lehet, hogy úgy volt, azt én nem tudom egészen pontosan. Tehát miért? Itt van például a Pulai Imre. Aha. Aki megalakította ugye a Magyar Szánkó Szövetséget, de ettől még ő alanyi jogon nem jutott ki a téli olimpiára, Nagano-ba. Hogy megy versenyre? Hát megy versenyekre, világkupa versenyekre, és akkor ott gyűjt pontokat. Idén egyébként összeszedte azt a megfelelő mennyiségű pontszámot, ami ahhoz kell, hogy ott legyen. De még így sincs kint alanyi jogon, hogyha lesznek átfedések az egyes meg a kettes bob illetve Szánkó között, akkor esetleg kijuthat. Igen, itt a Vacék elmondták, hogy teljesítették a minimum feltételeket. Szocsiban a kettes bobosok 30-as mezőnyében, de egyelőre kétséges, hogy ki tudnak-e utazni. És... kettes, négyes bobbal indultak már, végül a kettes egységgel sikerült a bravúr, ami annyiból állt, hogy 5 versenyt kellett 3 különböző pályán befejeznie a csapatnak. Tehát ha már lejöttek, akkor örültek. Winston Watts a kormányos és a Jégveled című film hatására kezdett el bobozni, de 2010-ben kiszállt, most visszament és most újraindul. Óriási. Társául a korábbi 400-as sprintert választotta. Egy 400-as sprinter. De az kell hozzá, tehát nagyon sok egykori atléta megy el egyébként bobozni, mert ott nagyon kell egy ilyen hajtóember, aki lábban, combban nagyon jó, jól tol, úgyhogy... 80 ezer dollárt kellene összegyűjteni két hét alatt, hogy ki tudjon menni. Már az interneten kérnek adományokat, de hogy állítólag a honlap elérhetetlenné vált, annyian próbálnak nekik segíteni. Utaljunk már át. Már, tényleg. Hát egy 5-10 ezer forintot utaljunk már át nekik, hát ez szenzációs. Írt nekünk SMS-t Gyulai Marci. Aki ugye? A Magyar Atlétikai Szövetség főtitkára, és egyébként maga is bobozott annak idején. Igen. És voltak Lillehammerben. De az egyfajta kalandvágy volt, gondolom én, nem? Tehát ott komoly esélyesnek nem számítottak nyilván, csak ők kimentek valahogy. Igen, de csak úgy kalandvágyból azért a nemzetközi szintet nem lehet elérni. Meg hát a jamaikai válogatott is... bobozni. Hát a jamaikai válogatott is azért, ha nincs pénzük úti költségre, nem tudok rájuk nagyon komoly csapatként tekinteni. Tehát ők is kalandvágyból csinálják, gondolom. De ők jó részt atléták voltak, tehát hogy... Azért ott volt egy nagyon komoly sportoló. Igen, kalandvágyból mondjuk bungee-zol egyet, vagy nem tudom, tandemugrasz, de azért... Vagy iszol még egy sör. Igen, ne, azt soha nem kalandvágyból. Ez is egy jó projektünk lehetne, hogy megtanulunk egyszer bobozni egyébként, nem? Aha. Nincs bobpálya. Nincs, az, egy nyomorúságos bobpályánk sincsen. És a Marcik hol edzettek? Ugye, hol készültek? Elmentek az Esztergomi kis mini bobra, és ott készültek? Milyen jó, hogy itt lesz majd velünk, és ő ezt el tudja mondani. Itt van Marci, hello Marci, jó reggel, Gyulai Marci, hello. Sziasztok, jó reggel! Ültünk a fürdőkádban négyen, és hát döltünk jobbra meg balra, mint a filmben, ahogy lehetett látni. Hallgattad, hogy beszéltünk a jamaikai bobcsapatról egy picit még a hírek előtt?
az hagyján, tudnád, hogy hányan hívtak, meg küldtek nekem SMS, hogy végre bekerült a Boba hírekkel? Hát mondom, kösz, de 10 évvel ezelőtt kellett volna, hogy bent legyen, akkor mikor mi csúszkáltunk. Hát mi, mikor? Ti 2006-ban fejeztétek be, ugye? Akkor lett vége. 92-ben kezdődött, akkor még csak kettesekkel, én 2001-ben ültem be, és akkor 2006-ig vezettem, igen. Mi volt a legjobb eredményetek? Olimpián van 23. helyünk, de mi nyertünk futamokat például Észak-Amerikában. Tehát ott, ahol Winstonék, akik egyébként jól ismerjük egymást, most lettek ötödikek, ott született két győzelem is a magyar boxsport révén, még 2001-ben. Hát túl nagy érdeklődés nem volt. 90 indultak azon a futamon, de hát figyelj, nyertünk. Hát most ez van. Ez jó. Figyelj, a jamaikaiakkal ti találkoztatok? Versenyeken rendre, ezek teljesen rendes gyerekek egyébként. Winston egész életében az Egyesült Államokban élt. Tehát az, hogy nekik nincsen bokpályák, az egy dolog. Ők Calgaryhoz lakik közel, Wyoming államban, az a hazai pályája. Most a közel az relatív, ugye, tehát pár ezer kilométer. Igen, de mégis közelebb van, mint Jamaikától. Persze. Igen. És ők így hogy? Tehát, hogy ebben ők hisznek, hogy most megint elindulnak? De nincs pénzük az úti költségre? Vagy aki mibe reménykednek, hogy valahogy összejön és kijutnak? Igen, szerintem ez a nincs pénzük, ez megint egy nagyon jó médiafogás. Egyébként is róluk beszél mindenki, hogy megint Jamaika az olimpián. A nincs pénzük, azt még akár el is képzelem, de az, hogy mennyi lesz az olimpia után, azt elképzelni sem lehet. Tehát a jamaikai bobcsapatnak a sportszer gyártója, ami ugyanaz a nagymacskás cég, mint ami a Usain Boltnak is a szponzora, tehát ők azért egy ilyen kis boltocskát fölállítanak rendre az olimpiát rendező városnak a fő utcáján, és ezt úgy tudod megtalálni, hogy kilométeres sorok állnak oda. Tehát akárhol kilépsz Szocsiban, biztos vagyok benne, hogy a jamaikai boltot azt kilométerekről látni fogod, trikó, sapka, pulóver, minden, és most már ugyanezt csinálják a síelők is. Tehát itthon is látni egy-két ilyen jamaikai sícsapatos síkabátot, ami egyébként a legmagasabb szintű sportszergyártó cég csinálja ezt, ami a téli öltözködés terén megvan. Tehát ez egy hatalmas üzlet Jamaika nevével a téli olimpián bármit eladni, úgyhogy pénzük szerintem lesz. De nyilván teljesen esélytelenek, nem? Tehát, hogy egyáltalán nem fognak odaérni sehova. Hát Balázs most esélytelenek, persze, nem lesznek 20-ban. De hatalmas buli, tehát aki azért vett részt olimpián, nem profi sportolóként, ha ezt szabad így mondanom, de én is, mint teljesen lelkes amatőr, azért az, hogy oda bevonulsz. Ráadásul nem tudom, hogy hány jamaikai sportoló lesz, feltételezem, hogy 46 évesen Winston fogja majd vinni a zászlót. Az, hogy mindenki neked szurkol, mert Szocsi ide vagy oda, ide vagy ők sztárok lesznek, az egy hatalmas érzés. És mindezt négyszer előadni, kit érnek, hogy ők nyernek, hogy 20-ban vannak-e. Persze, mindegy. Mi elhiszünk neked, amit mondasz, de azért annyira híresek mégsem lehetnek. Én például beírtam a Google-ba, hogy Jamaika, meg hogy Bob, és kiadta valamilyen rasztahajú zenésznek a képét. Fingunk nincs, hogy ki ő, de igen, nagyon sok kép van róla. Figyelj, ha mi most hárman beülnénk egy Bobba, mennyi idő kellene, hogy egyáltalán le tudjunk jönni a pályán? Körülbelül. Hát attól függ, tehát hárman a kettesbe akartuk befélni, vagy négyesbe, és akkor kicsit dupla vagyok. Akkor mondjuk annál tesszük szendvicsbe valóban középre, és elindulunk a négyesbe. Na, mennyi idő, míg egyáltalán levickélünk a pályán, mennyit kellene gyakorolni? Jó, hogy mennyit kellene edzeni, hogy talpon gyertek le? Igen, körülbelül, hogy mi a munkamegosztás, ki mit csinál, mert ugye azt semmit mondtad, nem lehet. Azt mondtad, hogy te vezetted a Bobot, hát mit kell azon vezetni, egy ilyen csőbe megy, csúszik magától, nem? Ne, Feri, egyszer gyere el velem, vagy Königsdébe, vagy Innsbruckba, ez innen Budapestre egy 5-6 órányi utazás, és nem én, mert én most már régen nem vezetek, tehát ezt én nem vállalnám, de van olyan, hogy Taxi Bob. Tehát oda mész, kb. 80 eurót befizetsz, és egy profi pilóta levisz téged egy Bob pályán, olyan, mint a hullámvasút, amit ugye a múlt héten esetelgettetek, csak ezt nem kell naponta festegetni, megnézni, hogy zörög-e, hanem erre profi emberek figyelnek. Tehát beülsz egy taxiba, és le tudnak vinni téged, és ott megtapasztalod, hogy milyen egy Bobbal csúszni, és akkor ott eldöntöd, hogy akarod, milyen? Vagy durva? Nem akarod. Durva? Hát én imádom, nekem ugye ez egy szerelem. Én tavaly elvittem a családot, hogy megmutassam nekik, hogy így mégis csak mi az, amit én csináltam éveken keresztül. És hát utána így azt mondták, hogy jobb, hogy abba hagytam. Tehát megértik, de inkább ezt többet ne. Visszatérve a kérdésedre, szerintem egy-két edzés után le tudnál hozni egy Bobot, Balázs, de értelemszerűen azt nem lehet összehasonlítani. Most egy-két után vissza tudsz adni egy szervát, meg tudsz ütni egy tenyerest, ugye, de köszönöm azért szépen, hogy végre egy kis tenisz, pont 6 percre nem beszéltünk róla, köszönöm, hogy legalább te tartod itt a front a teniszfronton. Tehát, hogy le tudnánk evickélni vele, de nyilván nem tudnánk komoly időt elérni, persze. Hát azért ahhoz nagyon sok múlik azon, hogy milyen korcsolyák vannak azon a Bobon. Tehát, hogyha idézőjelben kályhavasakat teszel rá, akkor azok alig csúsznak, és akkor nem 120-130-ra jössz le egy pályán, meg nem úgy tolod meg a rajtnál, mint egy jamaikai sprinter, hanem idézőjelben kézifékkel épp, hogy elengednek a tetejéről, és akkor valahogyan lecsúszkált, és akkor jössz körülbelül 80-100-dal ott, hát az ahol. Hát azért. Mi egyébként mennyivel megy egy ilyen Bob?
A kettes bob az megy 120-130 környékén, négyesben a világcsúcs, az a Whistleri pályán volt a Vancouveri olimpián, a 150 fölött van. De fönn volt a videó megosztó múlt héten egy borulás, az amerikai kettes csapat borította meg St. Moritzban egy világkupán pár hete a bobot, ott 145-148 környékén is lefesztenek. Aha. De azért ez megy, tehát ezért már büntetnek autópályán is. Figyelj, nálunk a legnagyobb sport antitalentum a Feri. De jó érzékem van. De hozzá nagyon érzik, hogy hova ültessük? Tehát hogy néz ki a négyes leosztás? Hol, ki nem csinál semmit? A kettes vagy a hármas? Olyan nincs. De mindenki csinál, ki csinálja a legkevesebbet? Hát olyan nincs, nem. Ugye a pilóta, aki elölül, ő az, aki vezet. Visszatérve Feri kérdésére. Várjál, mert osszuk le a csapatot, tehát nyilván elölülök én. Nem, dehogy is. Te nem ülhetsz be elsőnek. De hát a pilóta is tol? Persze. Mindenki tol. Nem, a másik három betolja, és a pilóta beugrik mellé. Nem, a pilóta ül bent. Nem, hát én te is fogsz tolni. Figyelj, te vagy a nehezék. Hova tegyük a nehezéket? Tehát kimegy, hova menjen a Feri? Orba vagy hátulra? Nem, orba, biztos, hogy nem. Meg kell nézni a többi embernek a súlyát, bármennyire is furcsa, de a súly elosztás, hogy az egyenletes. És ha Feri hátul ül, és mindenki más sokkal könnyebb, mint a Feri, akkor bármennyire is furcsa hangzik, a kanyarokban a Feri súlya le fogja húzni a bobot, oldalazva mész, nagyobb felületen csúszik a korcső oldal irányba, és lassabb leszel. Aha, a Feri nem ülhet le, akkor Feri megy középre. Feri megy középre. Ülhet a Feri leghátul, csak akkor második helyre mögéd kell egy közel Ferivel azonos súlyú ember. Nincs olyan. Aha, az nincs. Hát picivel alatta. Az a Laci. Olyan sincs. A Lacit berakjuk oda. A Laci 80, 40 kiló van kettőnk között, gyerekek. Hát mit csinál a középső kettő? Nem a középső kettőt nézd, a második, harmadik, negyediket. Ők azért, amikor megtolják azt a szerkezetet, és képzeljétek el magatokat egy kezes lábas latex ruhában, egy szöges cipővel a talpatokon. Nagyon jó, megtetszik, megvagyunk. Ugye, ez így könnyen azonosulsz ezzel. Egy bukós is a fejeden, és egy ilyen jó 10-15%-os jeges lejtőn két kézzel fogsz úgy egy bevásárlókocsit, hogy a két könyököd az majdnem összeér, és tiszta erőből tolod lefele a hegyen. Ez így megvan, el tudod képzelni? Aha. Az meg, de az nekem megvan, mert ott még látom engem. Az a fél perc, egy perc érdekel, még nem látok semmit, csak egy embert elől, meg a többi így lehajolva. Ott most jön a neheze, Balázs. Ezt a pozícióból mondom, 10-15%-os lejtő jéghátán lefele, könyök összeért tolod, kicsit berogyasztva a láb, ugorj, függőlegesen előre, magad mellé, és érkezd be igazából minden további mozdulat nélkül egy olyan pozíció, hogy a két lábad jobbról balról megkerüli az előtted lévő embert. Gyerekek, itt a Ferit elhagytuk. Itt a Ferit elhagytuk. Én már látom, hogy ugrik be, mászik, fönn van a lába, tudod. Törik össze a törik bob. Törik össze minden, nem. Itt Feri kiesett. Tehát Feri ugrik, de a bob már nem van. Tehát itt nézzük úgy, hogy innentől kezdve hárman vagyunk. Lehozható-e úgy a bob, hogy a Feri valahol már csak a jégen csúszik? Lehozható, csak kizárnak. Tehát ha a Feri a leghátulján van, akkor a Feri megvan az előnye, hogy ő nem oldalirányban, hanem csak előre ugrik. Nyújtott lábbal, és hát amit talál, azt talál. Hát ez lehet, hogy a te, nem tudom én, vesséd lesz nyújtott lábbal szöges cipővel, de hát figyelj. Ez nem jó. Ezzel még nem vagyunk meg. Ezt még úgy érzem. Nem hoztam kezdet. Meg vagyunk. Igen, nem vagyunk meg. Jó, és az első a kormányos. Igen, ő a pilóta. De mit kormányoz, ha nem lát semmit? Vagy, ja nem, ő neki kim van a feje? Ugye neki van kint egyedül a feje? Hát jó esetben igen. Ha nem lát semmit, akkor baj van. Akkor lehet, hogy befárásodott a plexit, tehát az úgy nem célszerű. Az első pár korcsolyák azok 12 fokos szögben jobbra-balra mozgathatóak, két picike kis ilyen madzaggal. Tehát egy ilyen szalagkormány van, meghovenkőzöd a jobb oldalit, akkor jobbra 12 fok, ha elengeded, akkor szervóval visszaáll, tehát ez már profi kormányművek, és ha balra, akkor balra 12 fok. Na most a kérdés az, hogy lehet ezt egyáltalán irányítani, hiszen a korcsolyának nincs éle, de ezt gondolom tudtátok ti is. Ne viccel, hát most triviális dolgokról beszéljük. Ezek teljesen domború korcsolyák, sőt, ezek olyan gyémán pasztával úgy szóljuk, hogy még egy lehelet se látszódjon meg rajta. Tehát ezek tényleg ilyen eszméletlen módon kell vigyázni a korcsolyára. És amikor a kanyar ívén fönt van a bob, és a centrifugáris erő az belenyomja 1-2 tized ezred millimétert a jég felületébe 120-130-nál, ott meg kell találni azt a pontot, ahol fogod a kormányt, felgyülemlik a kezedben kvázi az erő, és egy csúszdiszerű, lehelet finom sebészi mozdulattal leirányítod a kanyar ívéről. Szerintem meglepődnél, hogy mennyire finom és mennyire pici mozdulatokat kell tenni. Milyen egyszerűnek tűnik az élet így elmondva? Igen, engedjük el. Nem? Én azt mondom, hogy bábozás, makramézás, gyémántpaszta, csak Balázs lehet a kormány. Iszonyatosan jó voltam tűzzománcba is, úgyhogy...
Rendkívül elő van a helyem, úgy látom. Szakmai felkészültséged megvan, ez jó. Itt írják sokan, hogy a magyar népnél senkinek nincs nagyobb rutinja autóbetolásban. Tehát már nekünk azért ehhez generációs élményeink vannak. Warburg, Trabant betolása, beugrás a kocsiba. De ezekre nem emlékeztek akkor? Mert volt nem kevés ilyen riport egy 10 évvel ezelőtt, hogy Suzuki-kat tolunk parkolóban. Ez nincs meg? Úgy edzettetek? Erre nem emlékszem, tényleg? Hát az volt, nem. Hát ugye a bármennyire is furcsa, de az a koordináció, hogy a tolók és az egész csapata, mind a 4 ember, az egyszerre indítsa meg a bobot. Tehát csukott szemmel, csak számolásra egyszerre tud elindítani. Gondolom mostanában vannak viszonylag sokan, akik nézik az NFL-nek a rájátszását. Ott is azért a snapnél az, hogy egyszerre indul az a fal, egyszerre kezd el védekezni, az nem egy egyszerű dolog. A bobnál ugyanez van. Tehát az, hogy most egy Suzuki-t tolunk, vagy Trabantot, vagy mit, tök mindegy, egyszerre tudjuk megindítani, és utána mi a csövön kifér. Aha. Dehogy nem, mi hetekig toltunk autókat parkolókban. Azt, hogy hop, azt kimondja. Az a síelés szerintem. Ja. Nem, mert szoktak ki kiabálni. Hop, és akkor igen, így. Igen, azt a Feri tök jól tudná hozni. Én állok a szélén egy jó kis izével, forralt borral a kezemben, igen. A meleg... Na, az van! Az van, jó, Feri szerepét megtaláltuk. Ne felejtsd ki, azért... A svájciak jönnek egy elég komoly szurkoló táborra, tehát ott akkora kolompok vannak, mint egy ilyen tisztességes bogrács. Meg hát Feri rutinja az autóbetolásban azért ott van az Alfa miatt. Tehát hát, bármennyire hihetetlen, de mindig másokon kell segítsek, tudod? Tehát ha valakinek igazán jó combizmai vannak a betolás miatt, az nálunk csak Feri. Meg egyébként Feri pont így mondja, hogy hop, amikor a sok murci után szalad a toj-tojon. Hop, mit tudtok ti az életre? Figyelj, apró részletenként, de meg vagyunk egy bob csapatra. Szóval, nem, még hogy... csak én vagyok meg, ti sehol nem vagy. Igen, kiderült, hogy Feri a legkvalifikáltabb egyébként, tehát egy betolásban, mint hop. Hop, engedj, anyád úr is, ez becsúszik mindjárt. Tehát, hogy lassan már alakulunk. Én, mint kormányos, Jani feladata mi lehet? Tényleg én. Gyertek ki, üljetek be. Kimegyünk, hol vagytok ti? Én most itt Budapesten például, de a taxiból, amire gondolsz, az Königsee. Salzburgtól 30 kilométer. Baromi ott lehet síelni a környéken egyébként, tehát egy ilyen hosszú évig össze lehet kötni. Azzal, Salzburg magassága, tehát egy 500-550 kilométer Budapesttől, és egyébként egy meseszép környék, mert a Königsee-i tó, a Berchtesgadeni tónak a partján van effektív a pálya, szembe a hegyek tetején a sasfészek, hegyek-völgyek között, tehát egy nagyon-nagyon szép környék. Megéri egyébként, de most egy hosszú étvégének a részeként, és nem olyan, mint az érzi meg a visegrádi bob pálya. Azt írják rád, hogy a srác a bob szújója. Szújó Zoli. Ezt írták rád, Marci. Na jó van, oké, hát drukkolunk a jamaikaiaknak is. Marci, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm én is, és akkor Königsee-be találkozunk. Ott vagyunk mindenképpen. Ciao, köszönöm. Hello. Ferire nincs latex, Balázsra meg sisak, azt írja. Mondjuk ezért téged megnéznélek ilyen feszülyes kis búváruhában. Rám sapka nem lenne, Jani, te ott a korcsolyával kolbászolnál. Hát, de mondjuk neked csak ez cipő, az van, nem? Hogy... Azt tudom megszerezni, csak mondjuk az én súlyommal nem lennétek beljebb, meg amikor én benn vagyok. Jani, hát... Jani, hol van? Már itt ülök. Rajta ülök. Már benn van. Hát rád raknánk így a búvárkodásba használt ilyen ólomövet. Tudod, ami 8 kilós, 10 kilós, 12 kilós ólomövet kötnénk rá, hogy neked legyen valamiféle kis plusz súlyod. Egyébként nagy móka lehet egy ilyenen elindulni, nem? Gondolod, a jamaikaiak csöcsre szívott, tologatnak valami bobot, iszonyat sorál a standjuk előtt, érted? Tehát nagy mulatság lehet. Figyelem, figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na gyerekek, milyen kalandom volt nekem tegnap. A Bodzolit kellett riasztalom, képzeljétek el. Nem á. Ez tök komoly. Ugyanis rájöttünk egy baráti társasággal, hogy nem a kő mozog, hanem az egy aligátor. Hogy teljesen hülyék vagyunk a természethez, és bejött egy ilyen 1 méter, 1 méter 20-as valami dög a garázs bejáratnál, abban a társaságban, ahol voltunk, egy kerti partünk. Egy 20-as. És egyszer csak, igen, egy 20 hosszú volt, és egyszer csak üvöltöznek a gyerekek, hogy gyertek, meg kígyó. Ó, de jó. És mondtuk, ott sütögettünk, iszogatunk. Már egyáltalán győzik-e? Iliszta. Hagyjad már DJ Bobo. Na, Bobo. Kapd el. Doktorálban. Mondtuk, hogy ne butáskodjatok, kígyó nem. De, hogy menjünk oda, kígyó.
Hát, mondom. Csak megnézzük, tudod, Beni jött, meg. Beni jött már, meg, követ dobok rá, tudod, megfogom, tudod, amikor megfogom, na akkor itt gyorsan a szülői reflexek elindultak. igen, bekapta az egyik gyereket. A feje szélesebb, mint a farka, és olyan, mint hogy egy pápa szem lenne rajta. Mi lehet ez? Hátra mentünk, és azt láttuk, hogy egy ilyen 1 méter, 1 méter 20-as ilyen barna, erősen sziszegő, valami nyálat köpő valami van a garázs bejárónál, meglehetősen agresszív volt, kicsit ágaskodott, hogy kinyomott valami ilyen nyálat a száján. Ami fölmarta a betont. Ami sav volt, és átmarta magát. És férfi társaságunk egyik nemes példánya élete kockáztatásával megközelítette a fenevadat. Még nincs családod. Már csak egy gyereket van. Vagy már van és mindegy. Megközelítette a fenevadat, és leszorította ezzel a kis, ugye ezzel a kis levél kiszedővel. Gyors egy ilyen kígyó? Baromi gyors, baromi nehezen tudod megfogni, közelébe mentem. De közben... a balács se lassú. Próbáltam a közelébe menni, és kidőtt egy sziszeg. És ilyen sziszegő, ilyen támadó hangot adott, és ott álltunk hárman, plusz a gyerekek, meg az asszonyok, persze mi férfiak, vigyáztunk mindenkire, és rájöttünk, hogy fogalmunk nincs, hogy mi van a kertünkben. Fogalmad nem volt. Na. Semmi baj, mondom. Gyerekek, ura vagyok a helyzetnek. Fogtam már ilyet. Viki tárcsázta, Bodzoli, van állatbefogunk. Bodzoli, 6-szor hívtuk, nem veszi föl. Hát pont befogott nyilván. 2 óra múlva jön egy szám. Halló, mondom Zoli. Zoli, aludtam. Mi a baj? Mondom Zoli, rohadt nagy fene van. Fotóz le, most. Küld. Azonnal küld át a képet. Na mire, átküldtük neki a képet, kidőtt, hogy mi volt. Kértünk a szomszédból 2 darab kesztyűt. Dupla kesztyű. Azt hittem, hogy 2 balogot, vagy jobban be tudjátok világítani a kígyót, ne, hogy valami olyat küldjetek át neki. Figyelj, nem mertük megfogni. Ott álltunk konkrétan, féltünk tőle. Nem, mi van a harap? Kérdezte a barátom, akinek voltunk, hogy hova dobjuk. És mondom, figyelj, dobjuk be a szomszédhoz, ők nincsen engedve erre. Kösz szépen, itt vagyunk. Ez a legjobb. Mondom, pont, de nem vagyok itt. Csak egy teszt volt. Csak bockottunk, tudom, hogy itt vagytok. Dobjuk be hozzájuk, mondom, úgy sincsen, de itt vagyunk. Akkor a kert szomszéd. Mi is itt töltjük a hétvégét. Mi is itt vagyunk, köcsög. Ez mellettem, ez playboy-e, soha nincs itthon. Most kivételesen itt vagyok, vagy meg. Hozzá ne dobd be, mert visszadobom. Tehát elindult egy ilyen, tudod, mindenki bekiabált szomszédok, az a 600-a ki... Csak hogy ti is lássátok, nagyon érdekes állat. Igen, nézzétek meg, nálatok is vannak... Igen, nálatok is vannak gyerekek, nézzétek meg. Na és hát erre a csődületre már ugye megérkezett. Polgárőr, kis bajusszal. Ájjáj, mi történik itt? Mi ez a gyülekezés? Mi ez a tumultus? És meghozta ezt az avarsöprögető, tudod, amik ilyen fémszálai vannak, mert mondta, hogy abba beleakad a kígyó. Beleakad a kígyó. És arra fölkapaszkodott, és úgy bedobtuk a vödörbe, szatyrot húztunk a vödörre, életünk kockáztatásával, és elvittük vissza. Valahol az erdőbe. Na, az jó. Kiderült, hogy ez egy kockás vízisikló, kockássikló. Ugye Bodzoli a nagy állatbefogó másfél órás szúnya után, mire megriadt így 4:30 körül és visszahívott. Mondom, Zoli, most 3 madárpók lenne a kertben, már halottak lennénk. Itt van nálam nagy kígyászkönyv. most vagyok a 123. oldalán. Már csak 500 van. Kockássikló tojásokat rakasz, mondta, és harap. A meg fordul a kígyók. Az tök jó, mert akkor lesz egy csomó nem kis kígyó. Hogy nem. Az lesz egy csomó kis kígyó, mert ő már most írva letette a haverodnál a tojásokat. Úgyhogy tojásokat rap, harap és köp, nem tanácsos megfogni, mert elég nagyot tud harapni, és valami nyálat, vagy valami savat tart ő a szájában, amivel ő téged így finoman szemen tud köpni, nem túl szerencsés egyébként a közelébe menni, és elég nagyot harap. Úgyhogy azt hittétek, hogy holmi kis girisztával birkoztunk mi, egy kockás sikló volt. De megfogtuk. Aztán bementünk a garázsba tojásokat keresni. Nagyon jó. Nálunk is azért megy az idő, nem? Nagyon jó. És 10 percig a garázsban tojásokat kerestünk. Kinek a feleségével keresett tojást? Hát mindig egy vetésforgó van, tehát megyünk körbe. Figyelj, azért egyiket a dolognak van egy nagyon komoly tanulsága is. Hogy a Bodzolit ne hívjátok hétvégén, mert alszik. Ugye? Tehát amikor adásban van, azonnal itt van, amikor privát segítséget kérek a Magyar Észventúrától, akkor 2 órával hív vissza, mert nagyon alszik. És ha Szilágyi is ott van mellett, akkor ez már több, mint munka kapcsolat. Kérdeztem, hogy együtt aludtatok a Szilágyival, de mondta, hogy nem, egyedül alszik. Jó, hát néha neki is pihenni kell. Az a baj egyébként, hogy, és ezt a Zoli is valószínűleg elmondta, és nem csak most a hétvégén nektek, hanem korábban is azért többször jelezte, hogy vannak olyan nagyon-nagyon felelőtlen és ostoba emberek, akik vásárolnak maguknak adott esetben mondjuk egy mérges kígyót. Na ezt mondták ott. Magyarországon igen, nem igen.
erről beszél, mindenki mondta, hogy sikló. Kidobja. Jöttek az asszonyok, és azt mondták, várjál, mert megint nekik volt eszük, de mi van ezt, valaki elengedte az utcán, vagy valaki kidobta. És abban, amikor látod sziszegni, látod, hogy valamit így köp, akkor azért nem mész oda, csak úgy fogod meg, hogy hát, csak egy kockás sikló, láttam ilyen a mutra albumot, tudod, nem így megy. Szorítod, lefogod, gyereket viszel el onnan. Közelmész, kesztyűt veszel, beöltözöl, lombszívóval rámész fölszívni, tehát hogy mindent megteszel. Te sok minden ezért, ez mondjuk a kígyókos speciál nem annyira. Igen. Nem annyira. Mikor bemondta, hogy kockás sikló, kicsit elszegyeltem magam. Kérdezik, na mi volt, na mi volt? Na, kockás sikló, de never nagy dobra. Nem mondd el senkinek. Ez csak egy kockás sikló. Miért nem mondtad? Kockás pito? Ez csak kockás sikló, bármikor meg lehet fogni. Csak megkarapott a rohadt élet. Csak mondom, zsibad az akarom. Egyetlen mérges siklófaj. Ja? Egy perc, elfogsz aludni, bazsa! De az eset túlnyomás részében a bénultság elmúlik fél év alatt. De az a baj ezzel tényleg, hogy megfogsz egy ilyet, és akkor azt mondta, hogy nem voltam nyugodt. Jóra vagyok a helyzetnek. De azok is fönn a jegyeit, Magyarországon nincsenek olyan ősnos kígyófajták, amik igazán veszélyt jelentenek. Nem érdekes, ne törődj vele, Magyarországon nincsenek olyan fajták. És eldől. Ezért volt. Fekete mamba, Magyarországon nincs fekete mamba. Balázs utolsó mondata. Ugyan már ez nem fekete mamba. De Márk még mindig az arcán fekszik. De ő majd már 10 perce nem mozdul. Sokat ívott. Igen. Mondtam, hogy ne jön a bóléba. Igen. Bali utolsó mondata, hagyd csak láttam a nesenelem. Hagyd csak megoldom. Ez lenne a köveden. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Beül a Gyuri az A8-asba. Megvan, kis grofó, óriás. Beül a Gyuri az A8-asba, mi kell a nőknek, majd ő tudja. 10 milliós letöltésnél vannak. Már jó, mert ő Jolly és a kis grófó. Aha. Tehát egy Jolly... Sok különböző vasat tartanak a tízbe, sok formációval. Tehát ők vannak a kis grófóik, és van Jolly és a kis grófó. Tehát ők összeálltak már Jollyval? És vagy Jolly a kis grófói... és a románcok. Gyerekek, lecserélem a prügyi duót. Na, nem engedheted. Nem ér azoknak a szekerét húzod, akiknek amúgy is fénysebességgel zakatol az úton. Érted? 220-szal lefényképezve a videóklipben a kilométer beül a Jolly. És utána úgy folytatódik a szöveg, hogy viszkit rendel liter számra, mindenki vele mulat. Hát reméljük már, miután kiszállt az A8-asból, azután. Volt az A8-asnak egy nagy hulláma 15 évvel ezelőtt, amikor az A8 az egy menőautó volt. Igen, tehát akkor mindenki az A8, meg a nagy bálna Merci. Jolly, itt a király, vagy Jolly az italkirály. De most a kis gyerek. Egy nagyon nagy sztár, duma. Vagy a Jolly? Igen, ki a nagyobb sztár? A kis grófó vagy a Jolly? Vagy a Jolly versus kis grófó? Vagy hogy van ez? Nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy én ebben a témában szakértő vagy. Nem szeretném. Én nem tudom egyébként így már így külön választani őket egymástól. És a kis grófó, aki beül a Jolly az A8-asba, a Jolly akkor nem a kis grófó? Nem. Szerintem ez Jollyról szól, nem? Jolly a király? Nem, ő, aki énekel, az kis grófó. A haverjáról énekel. Akkor a haver a király, a Jolly a király. Tehát a haver az olyan, mint tudom én, mint amilyen egy másik kocintanak. Tehát Jolly és kis grófó kocint, ugye? Tehát a két vegaszi menő. Igen, azt hittem, hogy cími olyan, mint a csók király, hogy egy ilyen fiktívebb személyiség, hanem... Jönnek hozzád a szép lányok, grófó, ez a te kis világ. Á, jó. Nem jó? Zseniális. Állítólag van olyan daluk is, hogy ötös bömös. Tényleg? Ötös bömös? Olyan nincs, hogy Bali beül a Q7-esbe. Lopog a haja, jaj, de sebesbe. Beletolat a szervizesbe. 6 perc alatt tudnánk egy ilyen dalt összetenni egyébként. Várjál, most találtam, hogy jön Ádám a 7-es BMW-vel. Na ez jó. Tényleg? Igen, Dögös Robi, jön Ádám a 7-es BMW-vel. Hát most akkor már... Nézzünk már bele, vagyis hallgassunk. Ő egy másik család, egy másik együtt, tehát nem ugyanez? Vagy Dögös Robi. Dögös Robi akkor nem mozog együtt kis grófóval? Tehát ez egy más kaszt? Nem tudom. Lehet. Igen? Lehet egyébként. Tehát ők egy teljesen más banda. Figyelj, jöjjön a keresé már rá, hogy mit olyan, hogy Jani túladott a Honda Jazz-én. vagy valami, vagy... Jó. Dögös Robi jön az Ádám a 7-es BMW-vel. Nincs benne semmi olyan, ami rongyos, ezt csak így hallgató küldte, hogy ismerjük-e, nehogy valami olyanba fussunk bele. Nézzétek meg, Dögös Robi, van két lovam című szám. Jössz fel a címét, Dögös Robi, van két lovam. Erre előtte belehallgatunk a Dögös Robi, Ádám megjött a 7-es BMW-vel. Jön Ádám a 7-es BMW-vel. Figyelj. Két lovam. Most már kíváncsi vagyok, hol tart a popkultúra. De jön az Ádám, 7-es BMW-vel.
Hát ez bejöjjön. Elviszem el. Megáll valaki az SL Mercivel. Tehát megáll valaki egy SL Mercivel. Jön az Ádám a 7-es BMW-vel, megáll faja az SL Mercivel. Nagyon jó. Figyelj. Jön a testvér, vagy mit az SL Mercivel. Nagyon jó. Ez mi ez valami jelenti? Német autós találkozó? Gyerekek, le vagyunk maradva. Az a durva, hogy ezt már úgy nézzük, hogy mi már ezt kevésbé értjük. De elképesztő. Valakik elindultak az M7-esen, és jönnek Budapest felé, és 250 a végsebesség. Tehát a család elindult Budapest felé. Jönnek hozzánk. Ugye? Jön Dögös Robi, jön az Ádám 7-es BMW-vel 250-nel az M7-esen. Ugye? Tehát ez a történet. Nagyon mennek ezek a szöveg. Elkezdtem egyet egyébként, lehet, hogy rá is ismertek. Már két sor megvan belőle, de még dolgozom rajta. Alfa pörög új kígyóson, eszébe sincs, hogy lassítson. Jó, jó. Itt tartok. Eszébe sincs, hogy lassítson egy csuhája. Az a durva, hogy ezekre a zenékre egyébként nagyon durván lehet mulatni. Igen. Meghalasz egy ilyen zenét, nem? Kicsit részeg vagy, és hát én nem mernék nem mulatni az ő társaságunkban. egyrészt halott vagy, ha nem mulatsz velük. De hogy az ilyen típusú zenékre, tehát iszonyatos hangulata van. Iszonyatos, ha is hozzá valamit. Itt komolyan, tehát nem arra, hogy nincs kedvem. Micsoda? Jó, van két lovam? Van. Jó. Nem mondta, hogy erre nagyon lehet mulatni egyébként. De most ő a grofó? Aha. Na most akkor újra, igen. Van két lovam, mind a kettő gyerek, mind a kettő, Kaposvára keres, Kaposvára, meg a nem ugyanaz gyerek, ez idősebb. Hát gyerekek, itt konkrétan egy történet van fönt, tehát elmegyek mulatni, Dalilei, Kisgrófó, hát itt minden van. Nálam mondjuk a Dögös Robi jön az Ádám a 7-es BMW-vel bőven, az messze. Nekem ez is tetszik egyébként, de itt egy pici visszafogottságot érzek, tehát én ott tudtam volna még mondjuk turbozni, hogy van két lovam, de nem deres, két Ferrari, metal deres. Dögös Robi kaszinó. Na most ki a Dögös Robi? Ő az, aki a 7-es BMW-vel? Ő írt a 7-es BMW-t? Így van. A Dögös Robi, de ez a Slang Petinek a haver. Dögös Robi, csak mondom, hogy 1,5 milliós letöltés van. Akkor a következő számot szeretném küldeni. Speciálba. A Pozsonyi Ferikének és a Drága Terhesztő. A Pozsonyi Ferikének és a Drága Terhesztő feleségének. Speciálba. A napdumája. Speciálba. Azonnal újra. Na, akkor ilyen jó, tessék, figyelj. Jó. Akkor a következő számot szeretném küldeni. Speciálba. A Pozsonyi Ferikének és a Drága Terhesztő feleségének. Fogadjátok sok szeretettel. Hey Feri, elmegyek én, egy dobol várra, de kaszinozni. Útközben meg be is álltak te sugázni. Elnyerték a lóvémat ezek a cigányok. Zseni. Azzal mulatnak éjjel a palakocsmába. Állj, mondta a Mártika, hogy tud ilyen, de rossz lenni. Az életedet a 14-esre kellett feltenni. Állj, megmondtam már, jól előre. Állj, kaszinó lesz, se jenek a vége. Állj, Feri, nem hallgattál. Feri, és Kati a feleség? Feleségedre. Egy nagyon hangulata van, nagyon jó. Főleg a lassú résznek. Tehát ez már innen kicsit kommersz. Gyere,
Kicsit betörögtek, nem? Aha, most valami igen, valami elkezdett hatni. Na jó, hát ez Dögös Robi és a kaszinó. Hát gyerekek, ilyen gyöngyszemek vannak? Hát komolyan. Hát ez... Írjál már egyet, Jani, egy szöveget. Én hát annyira akarnék nekik egyébként. Csak hoz valami izé alapot. Dögös Robi. Nagyon jó. Ott hagyom a szobakonyhát, ha eladom a disznókondát. Ugye, nekem ez nagyon menet. Ebből bármit. Nekem ez nagyon tetszik. Az a durva, hogy a Dögös Robinak van egy Sukár Sej című dalai. Sukár Sej? Ne mondjad már! Sukár Sej, Sukár Sej, Palana Pirni, Palana Pirni, Hadurite, Hadurite, Vojkele, Vojkele. Jó, ezt nem annyira értjük. Nem. Sukár Sej. Ezt nem, ez kevésbé. Na jól van, hát ez egy élmény volt. Hát zárkóztunk szerintem. Most egy picit, figyelj, szövegileg is. Egy olyan világba pillantottunk, mert mi se ismerünk, de 10 milliós letöltés van, akkor már ez egy generáció ismeri őket, csak mi már öregek vagyunk, és kicsit leestünk a lóról. De most most már erősen visszazárkóztunk. Viszont elindítottál valamit, mert többen követelik a mulatós órát. Jó, csinálunk egyszerre. Figyelj, a retro nap után megcsináljuk a mulatós órát. Hát de most egyébként most azt gondoljátok, hogy viccelünk, pedig nem viccelünk, és én szerintem nagyon erős tartozásunk van így az emberek felé, mert neked meg kell írnod a roveres dalt, felének az alfásat, neked nem, te írod a szélelésed. Megvan, mit csinálunk, tehát akkor csinálunk egy mulatos dalt, Tibivel megíratjuk a zenét, megírod a szöveget, és fölénekeljük. Volt már egy ilyen próbálkozásunk, csináljuk meg a mulatos dalt. És milyen nagy sikere volt. Csináljunk egy ilyen mulatos dalt. Kattog rajta az ember, komolyan mondom. Tehát még ráírsz hármat, írsz egy refrént, meg vagyunk. Tibi megcsinálja a zenéjét. Mi meg föltoljuk. Így van. Na, tehát csak a sztereotípiák. Alfa, féldisznó, pálinka. Na, sok arany. Sok arany, nagy autó, nagy zsip, eselmerci. Eselmerci, nagy medence, sok arany. Neked meg hát te meg a szerencsétes útjog. Nem, meg nálam, meg nyilván ez a valami majd be, hogy itt tudom én, hogy félti mindig a favoritját, ha a kocsma előtt megburítják. Vagy valami, tehát lehet ebbe, így szerintem egyébként van. Megírod? Hát van ebbe tuning. Szeretném nektek megmutatni, Elmiki bulizik. Ezt nem bírom kijönni. Mindjárt játszunk itt hármasok, de ez muszáj. Merjo, természetesen. Azt hiszem, régi Elmerci talán, de tulajdonképpen mindegy is. Elmiki bulizik, megvan? Ismeritek? Persze, ezt hallgatjuk minden reggel és este, Janival. Figyelj, ahogy indul. Telefon mutatnak, hogy kicsöng, Elmiki telefonál, fölhívja. Mindenne belevágnánk fényes nappal az éjszakában. Fényes nappal, hogy benne vagyok már. Akkor szedd össze a csapatot és a klubnál talizom. Oké, csumi. Fényes nappal mennek bulizni. Érted? Tehát fényes nappal belevágnunk az éjszakába. Zseniális. Figyelj. Ez még nem is rossz. Ne. Figyelj, a refrén kifejezetten jó. A szöveget hallgat, nagyon jó. Haverok a srácokkal szórakoztam, mondtam, hogy gyerünk, mert buli van ma. Buli szórakozás, partizás, iszonyúan jó a társaság. Mekkora rímek, mekkora rímek, vegyük, most ezt nagyon érzünk, figyelj. A rímeket hallgass. Az egész diszkó, dikát minket, rámenős a kácsú, hogy mit tegyek. Nem akarni, most már nem lehet. Ívok egy srácot, hogy segítsen, vérnyomásra felment hirtelen. Elmiki bulizik, bam, bam. Nem mondta, hogy nem jó. Gyere, gyakorolj rajtam. Igen, Elmiki bulizik. Tehát, hogy próbáld ki, hogy buli, gyere, gyakorolj rajtam. Hát ezt valószínűleg a csajnak mondja. Így. Ezt, igen, ez a lánynak szólt, gyerekek. Nem, csak a velem nem jött volna ki, nem? Ja, aha. Gyere és gyakorolj rajtam. Óriási duma. Gyerekek, öregszünk. Elmiki bulizik, pam-pam, gyere és gyakorolj velem. Elmiki bulizik, pam-pam, Elmiki bulizik, pam-pam, gyere és gyakorolj rajtam. Körbetek itt tekén a diszkóba, fúfulom, csácsik, táncolnak. Meghívom az egyiket egy italra, amiből lett vagy huszonhat. Vigyázz, ne csak a metre. Jó, meghívom az egyiket egy italra, amiből lett vagy 26. Amiből lett vagy 26, zseniális. Érzek egy pici keserűséget a részére. Sokba került a gácsék. Szóba jöhet szórakozás én velem. Hívjál be telefonon testvérem. Elmiki bulizik, bam, bam.
Azért nem olyan erős a szövegben. Nekem jobb kedvem lesz ebben, amin besírtok. Jó? Ez, de már ez most a csúcs lesz? Tehát ennél nincs tovább? Csóré Béla. Jó? Ezt megkapjátok. Igen. Csóré Béla, Csigabiga. Aha. Jó lesz sejtésem. Szerintem nagyon. Nem lesz jó, de imádni fogod. Tessék, hangot rá, figyelj. Hogy miből lehet sláger? Ez eddig egész ügyes. Zseniális. Olyan hangulata van, hogy megzenős. Zseniális. Zseniális, tényleg, figyelj. Azt hiszed, hogy valami nagyon nagy dolog jön, figyelj. Azt hiszem, ismerem a szöveget. Csigabiga gyere még. Zseniális. Na, itt jó, hát ez a nevem. Csóri Béla a nevem. És visszatérő motivum, két ismét a Csizabiga gyereké. De ennek a gyerek mondokrát van valami mögöttes tartalma, amiről én nem tudok? Tehát, hogy biztos, hogy kell legyen. Amit mi nem értünk? Amit mi nem értünk. Tehát, hogy ez... Vézolik a Balatonnak még utoljára? Most már minden. Nem bírom a bajni. Jó, egy utolsó. Vézolik a Balaton. Vézolik a Balaton. Vézolik. Vézolikát látni kéne, gyerekek. Tehát látni kéne, egy paróka van rajta. Én inkább 50 éves forma, szemüveggel, egy fekete festett paróka van rajta, és hát a videóklip, tehát önmagában a dal és a videóklip együtt adja vissza azt a retro élményt, amit tehát érezned kell. De na, csak a dal is jó, figyelj. Vézolik a Balaton. Megyünk az M7-esen. 48 ezer letöltés, tehát ez még nem akkora sláger. De majd most. Vézolik a Balaton. De Zolika 60 éves. Zolika. Hát gyerekek, azért ne nevezzük már Zolikának. Zolika. Na tényleg. Zolika ül egy régi Audi A8-ban. De még. Rózsafüzér lóg a tükrön. És Zolika egy finom 60-as, és egy fekete, gyönyörűen festett, frissen festett parókával hasít az M7-esen. Tehát így kell elképzelni a videóklipet. Hátul ül valaki, aki nincs megnevezve. Nincs, egy fiatal nincs, de nekünk Zolika is elég, hiszen hihetetlen banderas. Balaton világos felé vezik az irány. Hallgass a szöveget, figyeld! Micsoda kiállás! Imádlak én! Vezelő naptűz, hűsítő a víz, árnyékom egy fűz. Basszus, hogy a Zolika Csordás Tibi lenne, akkor ez egy Fiesta sláger lehet. Árnyékom egy fűz, igen. Számban a lángos íz. Nem való, ez kimaradt? Kimaradt? Te figyelj! Számban a lángos íz, vízit bicikli. Nem, ez poén. Ezt ő annak szánta. Nem, nincs ilyen. Nem, tudod mi a durva? Ezek az emberek boldogok. Hát, boldogabb, mint te. Nem, a kettő nem zárja ki a másikat. Nem azt mondom, de hogy boldogabbak bármelyikünknél, abban egészen biztos vagyok. Egészen biztos vagyok. Te a fűzre a tűz, ez nagyon közhelyes rím lett volna. Na adjál már ilyen, most ez ilyen bárki tud. Nekem ez tetszik. És az is tetszik, hogy azt írja, hogy már átélte százszor, tehát ez azt jelenti, hogy évente legalább kétszer nem volt. Igen. És ez nekem szimpatikus, mert én is szeretem a Balaton. Na jó, vézolik a Balaton. Jó van. Oké, köszönjük az SMS-eket, sajnos többet nem tudunk meghallgatni, 10-ig tudnánk, de megyünk így tovább. Van. De ugyan őt már kint fogják le a biztonsági őrök, mert be akar jönni. Többen el akarják némíteni az adat. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés.
Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Van a szolgáltató iparnak egy olyan láthatatlan szegmense, akiket mi nem tisztelünk eléggé, nem foglalkozunk velünk eleget, és mégis nap mint nap azt hiszem, hogy hát a kínok kínját kell kiállniuk. És elviselni mindenféle, hát kevésbé tájékozott, kevésbé intelligens, néha megkockáztatom meglehetősen buta, sötét vevőket, és olyan embereket, akik betelefonálnak különböző ügyfélszolgálatokra, legyen ez akár egy telekommunikációs cég, vagy kábelszolgáltató, vagy bárki, akinek csak egy kasszánál kell állni, egy hiperben, egy nem tudom milyen elektronikai boltban, és megtalálja őt a vevő. Ugye? Hát ez egy rejtett kör, szegények ülnek egy telefon mellett, állnak egy pult mögött, kevesen foglalkoznak velük. És ez mire jutott eszembe? Hétvégén nálunk szerelés volt, és kijött az én nagyszerű kis emberem, a D betűs cégtől, és minden meg volt, gyerekek. Ha kell ember, nem tudtok olyan koaxkábelt mutatni, lehúzza, beköti, fölmászi, stb. Megszólal a telefonja. Pontosabban a telefonja már akkor szólalt meg, amikor vittem haza, mert mondtam, hogy ha most ez kijön megszerelni, kell hozom, kell hazaviszem. Beültettem a kocsiba, vittem, hazavittem. Csak menjen már, ész vagyunk, jó? Mentünk hazafelé, dumálunk arról, hogy mégis mennyi fura ember van, meg hogy őt hányszor hívják éjszaka, meg egyáltalán tényleg, tehát hogy megszólal a telefonja, ennyit mond, ezt figyeld. Kihangosít. Halló, tessék. Kezi csokolom. Következő volt a probléma, fölhívta őt egy 70 körüli, nem is biztos, hogy volt, lehet, hogy 60, 50, nem tudom, egy ilyen idősebb hangot hallottam, de egy teljesen jó szituált. Felhívja, hogy valami baj van a csatornájában. Mondja neki a Pali, nem tudom igazán jól visszaadni a beszélgetést, de hogy tényleg milyen birka türelem kell az ilyen típusú munkához, följegyzeteltem egy-két dolgot magamnak, hogy mondja, hogy jó, igen, nyomja meg az AV gombot. AV, távirányító. Megvan a távirányító? Igen, nyomja meg az AV gombot. A távirányító? Az nincs. Hát, de minden távirányító van. Nyomja meg az AV gombot. Az nincs. Hol van? Mondja, egy balfőső sarok tévégomb mellett AV-gomb szokott lenni. Az nincs. Mondja, mit lát? Hallom, hogy üvölt, hogy tévé. A tévé, de hogy a tévé mellett. AV van, nincs. Mi van? AU. 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 Mondja, nem. AU. Nem hittem el. De ez már így az ötödik percben. AU. Jó. AU. Megnyomja? Igen. Jó. Akkor most nyomja meg a nyilacska gombot. Ilyet nem látok. TV, AV alatt van egy nyilacska. Nyomja meg a nyilacskát. Nem látok. Mit nyom? A nyulacskát. Mit nyom? A nyulacskát. Mondja, nem nyulacska, hölgyem. Nem nyulacska, higgyel, nem nyulacska, az nincs. Nyilacska. Nyulacskát. Nyulacskát keresed. Mondja, hogy a dekóder az él, az nincs. Hölgyem, a TV alatt. Egy doboz. Van egy doboz. Látja? Az jó, van. Nagyon jó. Az a dekóder. Be van kapcsolva? Nem tudom. Hölgyem, pirosan világít, vagy zölden világít? Negyed órán keresztül fűzték egymást. Annyi volt, hogy az AV-t, ha megnyomod, akkor bejön a HDMI, HDMI 2, és AV-ről át kellett volna rakni HDMI 1-re. Ez egy negyed óra volt, és a Pali mellettem birka türelemmel magyarázta, mert hogy mi az a dekóder, hogy mi az a nyulacska, hogy nem AU, nem AU-t kell keresni, hanem... Nem találom. Mert hogyha, hát egy nyulacska, nem nyulacska, vagy nem nyulacska, nyulacska. Nyulacskát keresett a távirányítóban. És a néni ott kereste rajta egy nyulacskát, igen. Melyik lehet az? És ekkor már tudtam, hogy ebből témát kell csinálni. Én mondtam neki, fia, hogy bírod? És mondta, hogy tulajdonképpen szinte erre születni kell, de hogy ez az ő dolguk is egyben. Nem hogy, teheted hogy le. Nem teheti le, ő ott ül. Igaz, hogy hétvége volt, és igaz, hogy ez a magántelefonja, de hogy egészen nyugodtan ő 15 percen keresztül elmagyarázza, hogy a nyulacska és az AV a HDMI egy. Kicsit furán éreztem magam másnap, amikor délután kettőkor visszaírtam, hogy állított a tévém, és mondta, nyomd meg az AV-t és menj át a HDMI egyre. Mondom, jó, felejtsd el. Én legalább tudom, hogy nem nyulacska vagy nyulacska. De hogy mennyi mindent kell az ilyen típusú embereknek elviselni. És ráadásul náluk még nincs is rögzítve, mert ugye a call centereseknél ezeket a betelefonálásokat, amikor az ügyfél érdeklődik, vagy segítséget kér, rögzítik, tehát nekik még pluszban disztingváltnak kell lenniük, és visszafogottnak. Hogy én ezt mennyire nem tudnám csinálni, tehát amikor 10 perc után jön rá a kedves páciens, hogy nem nyulacskát kell keresni, hogy miből gondolja, hogy nyulacska van a távirányítóján, hogy nyulacska, ugye van az a lefelé görbülő nyír, balra néz, az a visszalépő gomb, vagy a begomb, vagy bármi, ugye azzal lépsz vissza, ha minden igaz. Mit mondaná? Én nem, figyelj, én szorítottam a kormányt, néztem, és
Tehát nyugi, megoldom. És rávezette, rávezette a nőt arra, hogy, hogy kapcsoljon át. Hogy, hogy ilyen típusú emberek ebben a munkában igazán jók, azért mennek ilyenre, vagy egyszerűen csak meg kell, hogy szokják, hogy ilyen típusú vásárlók igen. vannak. Ez lehet ügyfélszolgálat, ez lehet tényleg de telefonos cég. Pult ugye, amikor te ott vagy és kiszolgálsz egy, egy hiperben például, vagy elektronikai áruházban. Tehát nagyon sok ilyen típusú vevő van, ugye? Ami egész egyszerűen megmagyarázhatatlan, hogy honnan jönni az a teljes sötétség, vagy félreértés. Hát, mondjuk ha idős, akkor az nyilván időseknél, igen, az azért érthető. Bocsánatos bűn, az igen. Azért nekem is fel kellett matricáznom anyunak otthon a videókészüléket, a videólejátszót, mert hogy azért ő nem, az más, nem ebben a korban nevelkedett, úgyhogy neki ez nem volt. Tehát neki a nyilacska, a lefelé fordított piramis, illetve a háromszögecske, az kb. Az ugyanaz a kultúrkör. Jó, az AVA út azért tudta, nem? Hogy nem AU. Tehát, hogy AV nincs, és leállt vitatkozni, hogy nem AU, az nincsen, AU van, AV nincs, higgyük már el. És ha szerencséd van, akkor az olvasó szemüveget oda készítette maga mellé. De ő nem volt egyébként annyira, nem volt annyira idős. Hogy tényleg jelentkezzenek azon hallgatóink, akik mondjuk már nem dolgoznak ilyen helyen, és beszélhetnek, hogy, hogy mit kell kibírni, vagy akár SMS-t is írhatnak egy-egy visszajáró betelefonálóról, aki hetente egyszer éjjel kettőkor megtalálja őket, mert valahol olyan helyen dolgoznak. Vagy tényleg állnak egy pultnál, és jön a garancia levelet lepecsételtetni, és 15 percen belül se tudod vele megértetni, hogy egyébként hol kell be, vagy kikapcsolni ezt a dolgot. Hogy erre születni kell, ezt nem tudja más csinálni, nem? Hát szerintem... Ehhez idegrendszer kell. Persze, persze. Letesztelik ezeket az embereket? Lehet, vagy? Hogy belekeseredik egyébként egy idő után, tudod? Tehát, hogy az elején még nagyon fölhúzta magát a te tévészerelőn, uh-huh. és 10 éve csinálja, már mindegy. Már mindegy, au. Figyelj, azt a birka türelmet, édesem, hát ő negyen, szinte hazaértünk, és mi még szállítottam, ő még mindig. Az mondjuk jel lehetett volna, hogy beültök a kocsiba, és azt mondja, az elkezd panaszkodni a csáv, hogy aki éjszaka, és aki pünköst hétvégén igen, és azon, hogy magamra gondoltam. Van egy klasszikus, azért ezt megmutatnám nektek, hogy micsoda birka türelem kell. Itt ugye egy idős hallgatóról van szó, vagy hát telefonálóról, akinek nem lenne más a feladata, mint egy telefonszámot följegyzetelni. Itt azért mondjuk nem nyulacskákat kell keresgélni, meg nyilacskákat. Itt nem meg, is AV, HDMI, HDMI 2, nem tudom mi, itt csak egy 06-tal kezdődő telefonszámot kell fölismerni. Hogy micsoda idegrendszer kell. Úgyhogy a Palit érdemes figyelni, aki nem zökken ki. Nem tudom, hogy ismeritek-e. Figyelj. Kicsit rossz a minősége? Nem. Egyszerűen befogadja a fogadást, de kifelé nem tudok telefonálni. Mi akkor ilyenkor a kell? Figyelj. Mondanék egy másik számot, jó? Hol a kolléganyag tudnám segíteni. Lassan tessék mondani, lassan, akkor írjuk. Fia. Tessék mondani? 01. 06. 0680. Igen. 880. 880. 80, 0 tédüle. Igen. Igen. És még egyszer 880. És még egyszer 880. Tessék visszaolvasni, jó? Na, itt jön a baj. Igen. Igen. Na, adj ide. Igen, kilalat. Nulla hat. Hát 06. Ez megvan. Ez megvan. 68. Nem. Ha nem. 68. Nem. 0680. Nem. 0680. Igen. Akkor 880. Igen. 880. Nem értsük akkor egymást. Hát nem. Tehát, hogy érted? Szegény. De hogy és ez 0680-880-880, ez a telefonszám, hogy micsoda türelem. És nem teheti le? Van egy kódex, ami alapján nem szakíthatja meg, nem? Én az első perc után azt mondtam, hogy az a szám, hívja. De ugye te nem teheted le a telefon. Így van. Olyan történetek jönnek, hogy hát... Egész egyszerűen megdöbbentő. De tényleg, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Itt van egy hallgatónk előtte. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Csak ilyen apróbbak, hogy mondjuk irodástechnikai osztályon dolgoztam, ahol voltak ilyen kérdések, hogy mondjuk a tévéknél, amikor ki volt írva, hogy ez a földszerszíni adást is lehet fogni az új tévékkel, amiben az MPEG-4 tuner van,
volt, akik így jöttek be, hogy a földönkívüli adást, ez fogja már ez a tévé. És mondtad, hogy igen. Persze, persze. Volt egy nagyon kedves sztori, egy bácsi visszajött, mert volt meghirdett akcióban egy hűtőgép, hogy van egy kis gond, mert ő megvette a hűtőjét, de nincsenek benne azok a termékek, se a zöldség, se a hús, ami le van fotózva. Óriási. Nem mondottam, hogy hiányolta a termékeket? Hiányolta a terméket. Ami a ládában benne volt a fotón. Aha. Igen. És mondta neki az egyik kis főnök ott a áruházban, hogy hát ez nem jár hozzá, ez nem így van, az csak fotó. Nem, az benne van, az ő kéri. És hát addig nyomta, hogy negyed óráig, hogy az egyik kiskönyököt tönkötette idegileg, aztán jött a másik, oda küldték a másikat, aki kicsit nyugalmasabb volt, mondta neki a kollégám, hogy hát az a gond, hogy megmondja őszintén, hogy nincsen sehol konnektor, ha bedughatnánk ezt a hűtőt, és így az összes termék tönkre ment, tehát a hús is, a zöldség is, és sajnos ki kellett dobni. Atya Isten, hát azért neked se volt. Ja, hát akkor jó. Neked se volt egyszerű. Hát nem. Attila, köszi, hogy elmondtad. Nagyon sok SMS-sel megyünk tovább. Köszi, ciao, hello. Egy hegymászóboltban dolgoztam, egy színes tükrös felöltő napszemüveget hozott vissza másnap a kedves vevő, hogy elszíneződött a lencse. Letöröltem neki. Csak akkor rögtünk, amikor már kiment így a Zoli. Légitársaságtól hív a hölgy, mikor kiderül, hogy mennyibe kerül a hibás foglalás kijavítása, és elmondja a férjének a következőt, hallom, ugye írja az SMS író, aki ennél a légitársaságnál dolgozik. Mit csináltál te, asszony? Hatalmas csattanás, csörömpölés, vonal megszakadt. Írja nekünk, hogy volt így főzögáltas, hogy mondtuk neki, hogy kérem nyomja meg a kettős keresztgombot, az melyik, a hópehely vagy a létra? És mondta, hogy a létre nyilván. Hófej, a létre. Volt egy olyan esetem, hogy a beteg negyed óra múlva visszajött, hogy a hüvelytablettás dobozból hiányzik a hüvely. El kellett neki magyarázni, hogy az micsoda. Na jó, de ő akkor mire vette azt a tablettát, igen. Nem? Turizmus témakörben is lehet szemezgetni. Utas Korzikáról felhívja egy hallgató, hogy nem ég a lámpa a nappaliban. Én meg Pécsett az irodában. Közöltem vele kedvesen, hogy én most nem tudok oda repülni, de higgy el, hogyha ott lennék, akkor segítenék. Szerintem kérjen segítséget a recepció. Másik SMS, nagyon klasszikus, szintén egy ügyfélszolgálatos kolléga írja nekünk. Jó napot! Gázszivárgát szeretnék sürgősen bejelenteni, de mi egy telefontársaság vagyunk, nem baj, magukkal is van gondom, és neki kezdett. Tök mindegy, hogy jó. Mekkora? Hát nem imádni valóan? Nem baj, magukkal is van gondom. Na, ide figyeljenek! Egy mobil szolgáltatónál dolgoztam, mikor névváltoztatás történt, Pannonból Telenor lett, ugye megváltozott a készüléken a hálózat neve, egy hölgy felháborodva jött be, hogy belemertünk nyúlni a telefonjába, és addig nem megy haza, amíg vissza nem állítjuk. Ezt nagyon sokan megcsináltak annak az idő, abban az időben, ez legenda volt. Eltűnt. Átállították. Én egy pizzériában dolgozom, ott is vannak érdekes vevők, rendelte egy pali, egy mit tudom, 4 évszak pizzát, és kért rá gombát, de mondta, hogy csak a bal oldalán lehet a pizzának gomba. Fordítsd meg, haver. Csak a bal oldalán, nem megyünk máshova tenni a gombát, csak a bal oldalán. Kutya kozmetika, szintén érdekes vevő, hozza a gazdi a kutyát, hogy talált egy csomó kullancsot benne, de nem tudta kitekerni, inkább szedjem ki én. Láttam, hogy mutatja a kutya melbimbóját. Várja, már is megpróbálta. És megpróbálta kiszedni. De nem jött ki. Hát milyen magacsok ezek a kullancsok mostanában. Szegény kutya. Fogom rahattól ezzel a csipesszel, de basszus. Óra járásának ellenkező irányba. Tekerem. Benzinkúton előttem nem működik a kerékfújú kompresszor. Kutas, igen, ki van írva, ügyfél, tudom, láttam. Miről dumálunk? Csak barátkozni akar. Tudom, láttam. Pizzériában dolgozom, vendég, kérek egy pohár sört. Sör nincs, akkor kérek egy korcsót. Gyönyörű. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Hello, Gábor, jó reggelt kívánunk neked. Jó reggelt, szervusztok, jó reggelt. Csak mint a szignálat, és különböző üdítőket elemeztünk, amit éppen hoztál. Igen, képzeljétek el, hogy korábban beszéltünk ugye egy multivitaminos üdítőről, amiben ugye 1% volt a gyümölcs tartalom, és egy kicsit fölháborodtunk, hogy kerülhetett ez így ilyen néven forgalomba. És képzeljétek el, hogy a műsor óta a polcokat telepakolták, ha nem is ugyanazon a helyen, multivitamin ízű üdítőitallal. Na, mit szóltok ehhez? Örüljünk, ez jó hír? Hát legalább ráírják, hogy ízű. Aha, az egyik szemem sír a másik nevet, mivel ez sem jó, de ebben 5% gyümölcs tartalom van, 5%, tehát nem egy. Aha. Viszont az ízű szócskát rátették. Aha. Hát nem tudom, hogy a műsor hatása-e vagy sem, de lehetséges, hogy itt a Klassz FM-en ti diktáljátok a divatot. Gyakorlatilag így változik a kínálat egy-egy műsor után a polcokon, ez egy érdekes dolog. Uh-huh. És megemelték a gyümölcs tartalmat is 4%-kal, mert most igen. Már 5. Az ugye 400%-os javulás.
az a szörnyűség, amit ad, az ugye 120 forint volt 2 liter. Igen. Te annyiért kaptad meg már, mint ugye fogyasztó, a lánc legvégén. Így van, de valamit valamiért. 20 forint litere, vagy 10 forint liter, amiből ez előáll. Hát azért itt már a fél liter 115 forint, úgyhogy azért valamit valamiért. Bizony. Ugye az a plusz 4% gyümölcs, azért az elég komoly mennyiség. Hát gyümölcsöt akartok, és fizessétek meg. És akkor megemelték az árát, tehát ugye ez se rossz üzlet lényegében. Jó, de elindult egyfajta változás, elindult egyfajta vásárlói tudatosodás, ez tök jó, és már akkor ráírek, hogy multivitamin ízű. Tehát még mindig nem multivitamin, de például a fogyasztó már tudja, hogyha azt olvas, hogy multivitamin ízű, mint a málna szörp ízű szörpök, ugye, meg a málna szörp ízű lekvárok, hát vannak szörnyűségek még mindig a polcokon, tudja, hogy ott van az ízű szócska, akkor az még mindig nem az igazi, amit keres. Ez legalább egyenes beszéd. De képzeljétek el, hogy tegnap voltam egy előadáson, ahol a párizsiról és a különböző felvágottakról beszéltem, és amikor említettem a kedves hallgatóknak, egy óvodában voltam, de nem a gyerekeknek, hanem a szülőknek tartottam egy ilyen kis értekezletet. Amikor arról beszéltem, hogy a Párizsiban majdnem 90% a víz, akkor egy kedves férfi fölkiáltott az előadáson, hogy akkor a párizsi egészséges, mert a vízfogyasztást amúgy is javasolja. Ugye, de nem logikus. Ráadásul ion cserélt víz a párizsi. Van, tiszta vizet használnak a párizsi készítéséhez, tehát erről az oldalról még nem figyeltem a párizsit. Hát minden nézőpont kérdés, itt is a 400%-os növekedés, a víz így is. Van. Figyelj, hát a hallgató gondolkodhat úgy, hogy igyál meg naponta 2 liter vizet, az így áll, egyéb meg naponta 2 kiló párizsit, nem? Tessék. Ugyanúgy beviszed a vizet, és akkor annak 90% a víz. Milyen szép meglátás. Hát gyönyörű, hát akkor már gyakorlatilag megvan belőle egy 1,9 liter víz. Iszolsz egy pohár vizet, és megvagy. Igen, tény az, hogy zsalatinnal kötik a vizet, tehát van egy kis problémám veled, de majd erről még később. Hát erről beszélni. Már beszéltük, igen, erről sokat lehetne a párizsiről. Csak egy mondat, hogy ez ugyanaz a gyártó a két nem, termék. Nem, ez egy másik gyártó, de érdekes, hogy ténylegesen a polcokon változik a kínálat, ahogy valamiről az ember beszél. Tehát tényleg van ennek hatása, de ha megnézitek ezt az 5%-ot, ez szép nagy, hát viszonylag nagy betűvel vagy számmal jelzik, mint egy fontos információt, hogy ez már 5%. Igen. Feltűnően nagy számmal van rajta, hogy 5% gyümölcs tartalom. Tehát, hogy lepődjünk meg a korábbi 1% után, hogy megemelték. Tehát, hogy legyen egy aha élményünk, hogy igen, erre gondoltunk, és ez volt a fejünkben. Aztán ki tudja, hogy beszélünk majd egy hónap múlva, és lesz 8%-ra írva. Sőt, egészen szinte már már decemberig látott, hogy már 10%. Az álom kategóriában már látom a 10-es számot is, de nem tudom, utópia. Gábor, vágjunk akkor bele, megint egy olyan témakört sikerült találni szerintem, amiről elég sok rosszat hall az ember, ijeszgetnek minket, el kéne oszlatni azon nézeteket, amik esetleg azt mondják, hogy mindenféle mennyiségben, mindenhol mindig egészségtelen, mi az, ami rossz, mire figyeljenek a szülők, rossz a gyereknek, rossz a felnőttnek, a tartósítószer, ugye? Hát emellett nem lehet elmenni, nem is tudom, hogy tudtuk ezt idáig elhúzni, hogy ezzel nem foglalkoztunk. Ez egy elég nagy része, ugye tulajdonképpen az élelmiszergyártásnak, fontos is, és hát sajnos sok káros hozadéka lehet, leginkább a gyerekekre nézve, de nyilván a felnőttekre is. Honnan kezdjük? Hát én szerintem a szalicíltól kezdhetnénk. Emlékeztek-e arra, amikor nagymamáink, ha lehet így mondani, nagymamáink szalicillal készítették mondjuk a paradicsomot, így tették el. És nem tudom, tudjátok-e, hogy a szalicílnak milyen karriere van, hogy volt, hatalmas karrier futott be a szalicíl, ma már gyógyszerhatóanyag, más különben, hogy a szalicíl sav, korábban tartósítószerként használták, gyomorvérzést okozhatott, fekély, gyulladásokat, volt, akinek pozitív hatása volt a keringésre. A lényeg az, hogy a szalicílt, anélkül, hogy igazából szerintem tájékoztatták volna a kedves fogyasztókat, szép lassan kivonták az ipari forgalomból. De ez jó, hogy kivonták? Tehát ez jó, hogy kivonták. De háztartási szalicílként még forgalomban láthatjátok. Szerintem nem szabadna forgalomban hagyni, és ma már gyógyszerhatóanyagként kerül különböző ismert készítményekben. A lényeg az, hogy én erre mondom azt, hogy érdekes, hogy bizonyos vegyületek időnként forgalomban vannak, majd szép lassan kikerülnek, és hogy senki nem mondja azt, hogy hát elnézést kérünk, vagy hogy ilyen problémák adottak. És ugye a számonkérést úgy kerülik itt-ott, nyilván nem akarok nevesíteni. A lényeg az, hogy a szalicil helyébe bekerült a szorbinsav, bekerült a benzoesav,
vagy köznapim nevén a kálium szorbát nátrium benzoát, bekerült a nitrit, már az igazából nem a szalicil helyébe került, ugye a húsipari készítményeknél korábban beszéltünk a nitrit-nitrát kérdésről, hogy nitróza, mint képe ez a gyomorban, a bélben rákeltő anyag. Jó, de akkor mondjuk például húsoknál, tessék, nem nagyon tudod elkerülni, nem? Tehát ha mondjuk nem pármai sonkát eszel, amit nem tartósítanak csak sóval, és mondjuk füstölik x ideig, hanem tehát megveszem. Azt nem, szárítják a szárítják, magyar sonkát, így füstölik, így szárítják, van, de ugye, igen. Különböző országrészekben, akkor nem nagyon tudod elkerülni, hogy például a tartósítószert ne vigyen be a gyerek, nem? A felvágottakban van nitrit és nitrát, csak úgy tudom elkerülni, hogyha nem felvágottat veszek, ahogy erről korábban is beszéltünk. Nem elkerülhető, mert fontos érdek a húsiparban, hogy ne szaporodjon benne a kolbászmérgezést okozó, korábban említett szintén, említett Clostridium, ami súlyos betegséget, sőt halált is okozhat, ezért inkább a nitrites pátsót használják, és pácolás, füstölés, sózás és a nitrit, ez a tartósításnak a több fokozata. Én azt mondom, hogy hosszú távon a nitrittel problémák vannak, bár abban a mennyiségben, ugye azt mondja a szakma, amiben adják, ebben nem okoz problémát, de itt is a koktél hatás merül föl. Mi van, hogyha kénnel, mi van, hogyha aszpartámmal együtt fogyasztom, megiszik valaki után egy kólát, vagy aszpartámos bármit, vagy egy bármilyen üdítőt, akkor esetleg problémák lehetnek vele. Hát az összhatás miatt. Tehát a húsoknál például nem tudjuk elkerülni. A húsoknál akkor azt figyeljük, hogy nitrit, vagy nitrites pátsó, ha az ember mondjuk kevesebbet akar. Igen, ez rá van írva. Gyerekeknek, én megmondom őszintén, hogy nitrites terméket nem is igazán adnék, hiszen tudjuk, hogy a vízből ugye a nitrit-nitrátot kivonják, mert ugye az ivóvízben nézik. Érdekes, hogy a húsiparban pedig valamilyen kis mennyiségben, de hozzáadják. Tehát akkor ezt nem tudod a gyereknél nagyon elkerülni, ne egyen felvágottat, egyen sima húst, ugye erről sokat beszélünk. Én gyereknek nem adnék felvágottat, hiába egészséges a víztartalma, amit korábban említettük, de egyszerűen a gyereknek, ha fehérjére van szüksége, akkor fehérjét kapjon, de a felvágottban nincs igazából mérhető mennyiségű. Hát ha kollagént akarunk neki adni, meg különböző elasztin jellegű anyagokat, akkor rendben, de nincs értelme. Tehát értelmetlennek tartom a felvágott fogyasztást. De várjál csak, de hát felvágottak között is van különbség. Tehát, hogyha mit tudom én, nem ugyanarról beszélünk, hogyha azt mondjuk, hogy párizsi, meg azt, hogy fehér pecsenye, és a fehér pecsenye is felvágott. Igen, más a minőségi hústartalma. Érdemes elolvasni, százalékban föl szokták tüntetni a minőségi termékeken a natúr hústartalmát. Jó, mi van még például lekvárokat, amit ugye megint sokan fogyasztanak? Azokat mivel tartósítják? Jó az nekünk, nem jó nekünk? Nátriumbenzoáttal és káliumszorbáttal vannak tartósítva. Van néhány olyan lekvár, a jobb minőségűek, amelyek csak hővel vannak tartósítva. Ez a házi dunsztolás tulajdonképpen, de mivel az ipar szeret biztosra menni, most gondoljátok meg, hogyha megromlik, megpenészedik mondjuk egy pár tonna lekvár, mert éppen valahogy nem sikerült jól a hőkezelés, vagy a lapka nem zár jól, ezért az ipar biztonságosan dolgozik, és hozzáadják a úgynevezük, hogy vegyszeres vagy kémiai tartósítás, benzoát, szorbát. Na most a szorbinsavval nincs igazán problémám, zsírsavként bomlik széndioxidra és vízre, a benzoátra van egy érzékenység a lakosság néhány százalékánál. Gyerekek érzékenyebbek a benzoátra, a nátriumbenzoátra, a máj bontja a benzoátot. Mit okoz, ha érzékeny rá egy ember a benzoát? Őrtüneteket okoz, emésztőrendszeri tüneteket okoz, esetleg légzőszervi tüneteket okoz. Ha szabadnak, akkor szívesen közreadnék nektek egy olyan hatáslistát, elszámos listát. Éppen beszéltük is Balázzsal és kedves Viktóriával, feleségeddel, hogy jó volna egy elszámlista, amit esetleg közreadnánk. Azt a rovatba alát föltesszük. Persze, azt mindenki meg tudja nézni, szépen elkezdi megtanulni. És abban az van, hogy mi a jó, mi a rossz. Nem minden el rossz, persze. Igen, és az nem. Is benne van, hogy mit okoz a rossz. Nem mindegyik vegyületnél, tehát ne arra számítsatok, hogy minden egyes vegyületnél ott van, hogy ez mérgező, ez rákhető, hanem azoknál, ahol fölmerül. Az elszámok egy néhány százaléka, ott jeleztem, hogy allergia, és a szakirodalmat is esetleg jelzem, hogy nyilván, hogy honnan származik az információ, tehát nem egy légből kapott. Pajzsmirigy probléma, allergia, emésztőrendszeri probléma, idegrendszeri probléma, stb. Ezeket jelezzük, de ezeket is úgy vegyétek, hogy volt ilyen tapasztalat. Tehát volt nem ilyen biztos, tapasztalat. Nem egyértelmű. A magyar élelmiszertörvény azt mondja, hogy ha egyértelmű volna, akkor nem szabadna forgalomba tartani, nyilván. De volt ilyen tapasztalat, jó tudni, hogy az érzékeny családok, az allergiára hajlamos családoknál
itt vigyázunk ezekre. Tehát azért döbbenet, hogy sima ehető élelmiszerekről beszélünk, és közben pajzsmirigy probléma, légzőszervi megbetegedés, nem? Szóval, hogy azért ezek mindig így az ember szájt átváló. Úr is, nem semmi, sem csinálsz, hogy csak megetted ezt, vagy megetted azt. Mert ha smogtól, vagy nem tudom, bármi mástól halad, akkor abban benne van. De hát most azért mégiscsak egy állatban. És az is döbbenet, hogy például, amit most mondtál el, hogy a lekvárt, azt lehet úgy tartósítani, hogy hőkezeléssel megfog. Érted? És ehhez képest a nagyipar mit csinál? Belerak még valamit. De miért nem csinálják meg hőkezeléssel? Tehát ha az úgy jobb, biztosan mennek, vagy macerásabb? Tehát nincs egy olyan tartósítószer, ami lebomlik. Hát mondtál ilyen tartósítószert, akkor miért nem mindenhol azt használják? Ugye? Melyik az, ami nem szénsav lesz, hanem a szorbát, ugye? Tehát, hogy az egész egyszerűen lebomlik az emberi szervezet. Igen. Miért nem használják mindenhol? Benzoáttal együtt jobb a hatása. Összeadódó, összeszózódó hatásuk van, ezért olcsóbb. De mégis jobb, mint a szalicil. Hozzáteszem, hogy az élelmiszeriparban van egy fontos szám, a négy és feles pH érték, ugye ez egy savas pH érték. Mindig az a célja a technológusnak, hogy egy bizonyos savas érték alá vigye, citromsavval főként, citromsavval, foszforsavval, alá vigye a 4 és feles pH-nak alá vigye a savasságot, ezáltal nem szaporodik benne egy jó pár olyan baktérium, ami mérgezést okoz, és csak erjedni fog legfeljebb, de nem okoz ételmérgezést. Ezt most csak azért mondtam ezt szakmailag, mert borzasztó fontos tudni, hogy miért adnak citromsavat mindenhez. Ez már nagyon sok mi terméknél látod, a zöldségnél, a húskészítmények, így van. Mindenben szinte találtok citromsavat. És ha megkérdeztek, hogy miért adják hozzá, azért, mert onnantól kezdve, hogy levittem a pH-ját 4,5 alá, onnantól már nem kell nagyon magas hőfokon, úgy nevezzük, hogy sterilezéssel 121 fokon kezelni, hanem csak pasztőrkádban, pasztőr alagútban, tehát csak 100 fokon elég, vagy 90 fokon, és innentől kezdve olcsóbb a technológia, biztonságosabb. Lekvároknál nincs gond, mert egy gyümölcs, egy lekvár, egy dzsem amúgy is savanyú, savas, és innentől kezdve elég pasztőrözni. De ennek ellenére, de mivel nem mindig zár jól, tehát lapkahibák azért vannak, a csavaros fedél nem mindig jól zár. Tehát még egyszer mondom, ez gazdasági érdeke a cégnek, hogy egy picit... Mi a helyzet az ilyen aszalt gyümölcsökkel, meg az ilyen mindenféle olyan gázokkal, amiket használnak? Hát nincs túl jó hírem. Az aszalt gyümölcsöknél sincs? Szuper. Az aszalt gyümölcsök? De hogy szuper. Hát például én sokat adok a Beninek, mindenféle aszalt szilvát, áfonyát, ezeket ő nagyon-nagyon szereti, meg azt gondolom, hogy ezzel talán valamilyen egészséges dolgot adok a kezébe. Kifejlesztettek egy olyan technológiát, amivel sokkal több pénzt kereshető az aszalványok révén. Szeretném mondani rögtön, nem minden cég él ezzel a megoldással. Ez a húzatás, az azt jelenti, hogy cukoroldatban megfőzik a gyümölcsöt, mégpedig vákumban. Ez azt jelenti... Hát, vagy kandírozás. A kandírozás egy picit más, de hasonló. Itt a lényeg az, hogy sok esetben vannak olyan mikrotűk, ilyen mikrotű sorok, amikkel megszúrják a gyümölcsöt, és ezáltal ugye kis lyukak képződnek benne, majd a vákumban, miközben cukoroldatban megfőzik, a lyukak helyére, mivel minden gyümölcsben rengeteg levegő van, a levegő helyére cukoroldat kerül, majd szárításkor a cukoroldat nem párolog el, hanem mint egy válfa ruhát kitömi, és ezáltal ropogós lesz, édes lesz, karamelles lesz, úgy nevezzük ezt, hogy chips, gyümölcschips, banánchips, almachips, sőt datóját is szoktak így húzatni. Biztos láttatok már olyan datóját, ami ilyen kérges, olyan rágós, tehát nem zselés állományú. És akkor a cukrot adják el nekünk, jó pénzért? A cukrot adom a húzatva, és lényegében a cukrot fizeted meg datója vagy almachips árban. Még egyszer mondom, ez hát vannak kivételek, és hát meg is kénezik. Tehát kénes savas permetet kap a fehérhúsú zöldség, ugye a fűszerkeverékekben a fehérhúsú gyümölcs, az alma. A kénezéssel kapcsolatban az a probléma, hogy a kénezés hosszú távon elbutulást okozhat. Demenciát, főleg idősebbeknél. Ugye amikor megfigyelték, hogy alkoholbetegek, amikor olyan úgynevezett, hogy pancsolt borokat fogyasztanak, amit túl kéneztek. Biztos tudjátok, hogy előfordul ilyen az országban itt-ott, hogy túl kénezett olcsó borok, és a kedves fogyasztói ennek a bornak hamarabb leépülnek. Hm. Ez nem csak az etil és egy pici metil alkohol miatt van, ami a félreárjett boroknál van, hanem a túlkénezés miatt. Akkor aszalt gyümölcsöt az ember ne egyen, vagy egyen? Ott látod, hogy kéndioxiddal tartósítva, ugye? Azt írják rá, hogy kéndioxiddal? Igen. Az igen. Jó? Vagy igen. Az még egy humánusat tartósít? Vagy kénezéssel, kéndioxiddal. Hosszú távon okoz ez problémát, ugye a kének hosszú távon van problémája, de egyetemen már azt jelezték, hogy
hogy a jelek szerint ez az agyra, az idegrendszerre hatással van. Tehát megint ott tartunk, hogy a kénezett asszalványokkal problémánk van. De nincs más asszalvány, hát minden ad kész, én azt látom, de hogy van. Csak van a terület. 5400 forint éveszel egy ekkora gépet, beleteszed, és 3 nap alatt kész. Tudom, hát ilyet láttunk a megfakon kint körben, asszalógépek, polcokon, mint a melegszendvics, berakod szépen, megcsinálja. Megveszed a jó gyümölcsöt, belerakod, és picit munkás, de megéri a fáradtságot, és egy pici aszkorbionsavat. Jó, irrealitás, nem életszerű, hogy minden háztartásban van egy gyümölcsasszalógép, mindent csinálj meg otthon. Tehát egy sima asszalgyümölcsöt veszel meg a gyereknek, és az kén-dioxid, de ha sokat teszik, akkor azt gondolod, hogy gyümölcsöt az, de hosszú távon mégis inkább ártasz. Ez a fehér húsúaknál van, illetve a sárga húsúaknál, de mondjuk aszalt szilvát, mazsolát nem jellemző, hogy kéneznének, mivel nincs szükség antioxidánsra, hiszen sötét színű a termék. Ez inkább ott jelenik meg, ahol fehér vagy világos a húsa. Nem tudom, láttatok-e már, van olyan termék a piacon, ami nincs kénezve, mondjuk aszalt sárga barack. Igen. Egészen sötét barna, és nem túl gusztusos színe van, tehát nem tudom, ki veszi azt meg, de a tudatos fogyasztó azt keresi elvileg, azt kell, hogy keresse, nincs kénezve. Megbarnul, enzimesen megbarnul a szalás közben, de sokkal jobb. Mi az, amit védőgáznak hívnak? Az is egyfajta tartósítás? Ez egy fantasztikus új dolog, a védőgáz a zöldségfélék, illetve a különböző csomagolásokban. Tehát amikor csak azt hasonló, hogy védőgázas csomagolás. Nitrogén vagy más típusú, teljesen közömbös gáz van, megvédi az oxidációtól a növényeket, tehát nem oxidálódik, nem idézőjebb, nem vosdásodik a termék, nincsenek benne gyökképző folyamatok. A lényeg az, hogy megmarad a színe, és így terjedhetett el a védőgázas zöldségkeverék. Biztos láttatok már olyat, hogy igen, össze van vágva, össze van szecskázva egy zöldségkeverék, és így lehet megvenni, és ahogy ránézel, csodálkozol, hogy lehet, hogy már egy napja ott áll, és a sárgarépa ugyanolyan színű. Ez, itt nem kell megijedni, nincs lepermetezve semmivel. A kénezést azért meg fogom nézni rajta, hogy nincs-e, viszont a védőgáz miatt teljesen meg van védve. Egyébként szállodák, tehát jó minőségű éttermek egyébként ilyennel foglalkoznak, hogy ilyeneket kérnek be, tehát védőgázos zöldségeket kapnak. Hát most már azért azt kell mondjam, hogy azért errefelé is elindultunk. Mit reggeliztél, Gáborom? Hát kérlek szépen, párolt köleszt fogyasztottam. Most egy pici diétán vagyok. Fáradt, még fogyózol? Vagy mit? Fölszaladt valami az ünnepek alatt? Illetve volt a biosomlói? Muszáj ilyenkor tavasszal a körmöket és a haj erősítő kúrákat megtartani, ezért a magas kovassav tartalmú, szilícium tartalmú kölessel neveztem be a mai reggelire. Viszont a kölesnek nincs olyan jó íze, effektív, natúr, ezért egy pici ropogós, áfonyás, málnás műzlit tettem rá. Itt elnézéseteket kell kérjem, mert egy pici karamell volt benne. Hogy képzele, ennyire bátran élni. Kezdesz üleni, tényleg, Gábor? Viszont cserébe egy kis karob mártást, egy kis Szent János kenyérmag lisztből egy kis mártást készítettem pici mézzel, és ezzel igyekeztem ellensúlyozni a pici karamell hatással. Jó, nagyon szépen visszahoztad magad. Visszajöttél nagyon. A Klassz FM bemutatja Morning Show. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Magyarország leghallgatottabb műsora folytatódik. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Na, van most egy nagy balhé Amerikában. A Bill Clinton körül. Ez hihetetlen a sztori egyébként, mert újabb és újabb csajozós dolgok terülnek ki róla. Ez ugye leginkább Hillary-nek rossz, mert hogy állítólag ugye szeretne indulni majd a 2016-os elnök választáson, és nyilván elvárja, hogy párja ott legyen mellette. Kellemetlen sztoria számára, ami most kiderült. Állítólagosan Bill Clinton és Elizabeth Hurley egy évig szeretők voltak, amit aztán nyilván most már ugye megpróbálnak cáfolni, de elég egyértelmű bizonyítékok vannak az ügyben, hogy Bill Clinton repülőt küldött volna az angol színésznőért, akit gyorsan elhozatott egy magángépen a Fehérházba. Az ízlésével semmi gond nincsen, valljuk őszintén. Ott volt az egyik szereplő, mely tudta, hogy ő pedig ugye Liz Hurley barátnője volt, és elkérte a színésznő telefonszámát. És mondta ez az ismerős, hogy figyelj, hát nem adhatom meg, hogy először Liz kéne erről megkérdezni, de mondta, hogy az elnök ráripakodott, hogy erre neki nincs ideje. Hát tudod, ki vagyok én, az Egyesült Államok elnöke. Tehát neki erre abszolút nincs ideje. Nekem a világ békével kell foglalkoznom. Hurley felvette a telefont, Clinton pedig hasonló határozottsággal nagyjából annyit mondott, hogy pakoljon, mert indul érte a különgép. Nagyon nagyon határozott a pali egyébként. És megérkezett a színésznő, ugye a Fehérházban, az elnök először körbevezette,
majd felvitte a magánlakosztályába. És a legmegdöbbentőbb történet, vagy a legmegdöbbentőbb pillanat ennek az egész ügynek az, hogy eközben egyébként első közös éjszakájuk alatt a First Lady Hillary Clinton a szomszéd szobában aludt. Nagyon jó. Hogy azért nőt ennél kevésbé, vagy ennél jobban nem lehet megalázni, szegény. Ugye? Az elnöki pár akkor már egy ideje, ugye különböző testőrök meg stb. Nyilatkoznak, aztán már nem töltötték egy ágyban ugye az éjszakát, külön költöztek, és állítólag ez egy lehallgatott beszélgetésben hallható, ahol ugye az a szereplő ugye azzal dicsekszik, hogy ő hozta össze Liz Hurley-t és Bill Clinton-t, és ő hozta össze ezt az éjszakát. És ő találcsolta a Hillary-nek, hogy használjon az apeste füldúgót. És altatót. Igen, most van ez a Tom Sizemore nevezetű színész, aki azóta már egyébként visszavonta gyorsan az állításait, és azt mondja, hogy ő ilyet nem mondott, bár erről vannak ugye szalagok is, ahol ezeket rögzítették. Csak azt nem tudom, hogy ez hogy néz ki? Tehát a Fehérházban ugye megérkezik mondjuk Liz Hurley. Ott van egy kabinetfőnök, ott van a biztonságért felelős főnök, ugye hát te körbe vezeted hogy? Liz Hurley-t. Hogy? Hát és utána... Vigyázz, hogy Hillary! Vagy te az Amerikai Egyesült Államok elnökeként egyébként megbízol valakit, hogy tereljék el Hillary Clinton figyelmét, körbeviszed a Fehérházba, hát azért az előbb-utóbb vissza kell, hogy jusson. Ez nem igaz. És elviszed a magánlakosztályodba. Vagy egyébként a Hillary tudott erről, csak ugye akkor nem akart belőle ügyet csinálni, ahogy ugye hát a Monica Lewinsky ügye kapcsán is, ugye ő kiállt a Bill Clinton mellett. Tehát nagyon fantasztikus, amit ő végigcsinált egyébként nőként. Hogy odaállt a Bill Clinton mögé, és azt mondta, hogy ő, mint feleség, megbocsát. Aztán nyilván a színfalak mögött azért ebből elég nagy balhé lett. És amikor Elizabeth-et vezette körbe, akkor az ovális szobában is megálltak, hogy kicsit így elrévedező tekintettel Bill mondta, hogy hát ez az. Igen. Én vagyok a világura. Tényleg. Figyelj, tehát, hogy bevisz valakit a Fehérházba, ott ezer tanú kell, hogy legyen. Tényleg. Testőrökön át, a biztonsági főnökön keresztül, a nem tudom, a parkoló őrön át, a nem tudom ki, összefut ezzel, azzal, amazzal. De figyeljetek, hogy... abban önmagában semmi nincs. Tehát ezt valószínűleg sok emberrel megtette a Bill Clinton férfiakkal, nőkkel, és körbevezeti a Fehérházba. Ott jön az érdekessége, amikor ott is marasztalta. Uh-huh. Igen, mert ugye azt mondta, hogy maradjon ott, és állítólag a Liz Hurley ki sem mozdult a szobájából, na, ugye az elnöki lakosztályból. Aha. És amikor Hillary bement, akkor elbújt? Vagy van egy olyan külön lakosztály a Fehérházban, ahol Hillary nem mehetett el. Tehát azért egy Fehérházba bújtatni egy szeretőt, azért az, mert nyilván meg tudod oldani, hát te vagy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, tehát azért meg tudod ezt csinálni. A Clinton nem reagált a vádakra, ez érdekes, tehát egyelőre ő nem mond semmit. Liz Hurley kihúzod magad egy kicsit, nem? Igen, Liz Hurley reagált a Twitteren, hogy ez természetesen hazugság, és ebből semmi nem igaz, és hogy innentől kezdve az ügyvédek kezében van az ügy. De nem tagadta, hogy ott volt a Fehérházban. Aha. Tehát azt nem tagadta, hogy járt a Fehérházban Bill Clinton meghívására, csak az, hogy köztük nem volt semmi. Ezért ez is érdekes. Tehát akkor ő ott volt a Fehérházban. Vagyis összehozták őket, vagyis az a szemtanú, az a színész nem mond rosszat. Ja. Igen. Ugye? Tehát ő nem hazudik. Hát meg az Air Force One gépkönyvében csak benne van egy gondori üresbe. Hát... De mondjuk én most elkezdtem így keresgélni a leheten, hogy talál egyetlen olyan képet legalább, ahol mit tudom én, ahol nem az ovális szobában, hanem a Fehérháznak a gyepén látható Liz Hurley, de még ilyet se találtam. De ilyenkor titoktartási tiraccal, a szakáccsal, a testőrökkel, ugye a kabinetfőnököddel. Hát azt szerintem nem ilyenkor iratott, hanem amikor ő munkába lép. Tehát onnantól kezdve... most neked az életed kész vége. Vége, tehát te semmit nem mondhatsz. Igen. És Hillary Clinton, mondjuk tételezzük fel, hogy ez a dolog igaz. Tehát Hillary Clinton aludt az egyik szobában. És Bill Clinton Liz Hurley-vel a másik szobában. Tehát azért... Ez kemény. Tehát vannak az aljasságnak is fokozatai, de miközben a feleséget, ha még nem is alszotok már együtt, hát. Alszik az egyik szobában, és te csalod a másik szobában, nem? Hát azért ez minden csak nem nőbarát. Igen. Hogy ilyen finoman fogalmazzak. Hát ha csak nem volt egy megállapodás, ha igazak a hírek, igen, hogy ők már akkor nem nagyon működtek együtt, és ebben a pozícióban nem válhatsz. De ekkora kockázatot vállalna az Egyesült Államok elnöke egy jó nő kedvéért? Hát Monica Lewinsky hát, jó, hát, azért egyet. Kérdeztem, hogy jó nő kedvéért. Hát, a Monikát nem biztos, hogy érted, de...
Azt tudjátok, hogy neki teljesen tönkrement az élete. Kinek? A Monica Lewinsky-nek. Semmi nincs belőle. Hát de az semmi. Tehát ő elment talkshowba, megírta a könnyet, meghízott, lefogyott, depressziós lett, sehova nem kell, ugye? Tehát egy ilyen számkivetett lett így az amerikai nép szemében, nem kap nagyon állást, nincs nagyon munkája, valaki patronálja, de hogy ilyen nagyon, nagyon szomorú történet az hát övé. Ő azért könyvet írt, meg ilyen celeb lett belőle, azért abból ő kaszált nem kevés összeget, a másik hát de bele is nyomorodott, szóval, hogy nincs munkája, nyilván azt feléled, elköltöd, vesz ebből ezt, azt, tehát ő teljesen bele nyomorodott. Hát ő ezzel kezdett el népszerűsködni, gyakorlatilag az hogy bukott ki, ott kiderült, a Mónika vallott, vagy az kiderült valahogy? A Mónika robbantott. Igen, aki, igen. Ah, és látod, milyen érdekes, a megítélés, hogyha a nő, tehát a két szereplős, ugye a Bill viszonylag jó kijött belőle, ugye? Tehát ő úgy, hogy esküvő alatt hazudott. Mert azt mondta, hogy nem volt szexuális viszony a Monica Lewinsky, és azért azt megúszta, hogy ő ugye esküvő alatt ugye hazudott. Na, hát, és akkor most, de mit gondol az amerikai nép Monica Lewinskyről, hogy egy ribanc, ugye? És tönkrement az élete. Hát igen. Hogy milyen a megítélés, érdekes. Hogy a Clinton megúszta, azt mondod? Hát kicsit ő megúszta, nyilván hazudott, de hogy a Mónika meg, aki kiteregette a szennyest, és elmondta őszintén, ő lett a ribanc ebben a sztoriban, és ma már sehol nincs. De nem lehet, hogy Liz Hurley-t valahogy álcázták? Tehát leszették a repülőgépről, a kocsiban átöltöztették, és behozták, mint egy felszolgáló, vagy behozták, mint egy takarítónő, tudod? Tehát, hogy már úgy lépett a fehérházba. Clint Eastwoodnak álcázták. Igen, nem, mint valami, tehát egy mexikói takarító lánynak, érted? Tehát becsempészték a fehérházba. Tehát nem egy nagy körbevezetés volt, hanem Liz Hurley az elnöki limuzinba kapott valami ruhát, és kvázi behozták ugye a fehérházba, úgyhogy hát, ott már ő nem Liz Hurley volt. Vagy betölták egy ilyen szervizkocsin. A lefüggényes karézét, hogy elnök úr, itt vannak a melegtálak. Melegtálak, én nem rendeltem melegtálakat. A melegtálak, ki értse már, itt vannak a melegtálak lent. Igen, az ugye azért érdekes lehet. Jaj, nem tudom, amikor ezt így megtudod, hogy a párod a lehető legaljasabb módon csalt meg, az szerintem szörnyű lehet, nem? Nyilván minden megcsalás fáj az embernek. Hogy? Esetleg basztalítok? Hál' Isten, ez még így velem nem nagyon történt meg, de amikor a tényleg az szembesülsz, hogy a párod megcsal. Önmagában már az is nyilván egy nagy dráma, a nőnek, férfinak, aki igazán érez a párja iránt, az nyilván ebbe kicsit belerokkan érzelmének. De amikor ezt úgy tudod meg, hogy a megcsaláshoz sem volt elég diszkrét, vagy úri ember, vagy úri hölgy, vagy úri nő, hanem úgy követte el, hogy a lehető legaljasabb módon, mondok egy példát, mint ahogy Clinton, hogy ugye a feleséged aludt, és te mondjuk a másik szobában, vagy a másik lakásban, vagy hazavittél valakit magaddal, miközben tudtad. Hát, vagy abban az ágyban történt meg a dolog, ahol te egyébként a saját lakásodban, igen, a feleségeddel, az élettársaddal alszol. Ugye? Hogy azért ezek, tehát a megcsalások is vannak fokozatai, igen, de ez a legnagyobb aljas. Az aljas, ha nem úgy volt, hogy Feri mondta, hogy tényleg már ilyen társas magányban éltek egymás mellett. Megszületett a megállapodás, hogy nem csináljuk a válást a pozíció miatt. Akkor nyilván más a dolog, persze. És egy akkor van még egy felütés annak a szitónak, amit te vázoltál, ha még ki is kéri magának. Tehát, hogy az, aki megcsalta a házastársát, és adott esetben van egy ilyen inflagranti, egy ilyen rajtakapás, és akkor még ki is kéri magának. Igen. Hogy nem? Igen, hogy micsoda dolog hogy az. Hogy beszélsz? Mit akartam mondani? Nekem van ismerősöm, akik elmentek nyaralni. Már több házas pár, és ott apu elaludt, és anyu meg közben átstisszant. Az a durva, hogy anyu? Egyre, anyu, igen, volt, anyu, egyre nagyobb volt tendencia, hogy a nők hagyják ott, egy nők lépnek ki a kapcsolatból, a nők lépnek félre, tehát ez megfordulni látszik. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ma már megkérdezi, a házasságok hány százalékából lép ki nő, míg régen hány százalékából lépett ki férfi. Most. Tehát valahogy úgy érzem, hogy a nők kezdtek el kezdeményezőbbek lenni és kilépni bizonyos kapcsolatokból. Ugye van egy ilyen fordulás ebben. De mi volt, hogy horvátországi nyaralás, apu elaludt, hát valami megittak egy mit este, nyilván apu kicsit elfáradt, lefeküdt aludni, és a csapat meg kint maradt még, és ott volt egy hát azt nem tudom, hogy a másik oldalon házas pár volt-e, lehet, tételezzük fel, hogy igen, vagy egy férfi, nem
nem tudom. Ha csak sima férfi, akkor egyszerűbb a dolog, de ha ő is anyuval volt, akkor már nehezebb. És anyu közben a kis apartmanház a szemkonyhájában megesett az esemény, miközben apu bent. Apu ráadásul a gyerekekkel, vagy apu csak bent a bent aludt? Nem volt szerencsére. És anyu boldog volt, vagy boldoggá tett. Anyu boldog volt, igen. Anyu boldog volt, és boldoggá tett más. Atya Isten, apu megtudta ezt később? Később meg, persze kiderült a dolog. Minden megcsalás nyilván megalázó, nem? Tehát, hogy mindig azt érzed, hogy megbántottak, megaláztak, de amikor tényleg alvás közben melletted, ugyanabban a házban. most úgy értem, hogy mit tudom, egy másik szobában, vagy közeli barátoddal, vagy barátnőddel, szóval azért vannak ott is fokozatok. Na, az mindenek az alja egyébként. Hogy? Hát te, amikor a barátoddal például, tehát, hogy még nem is egy olyan, tehát nem valami ismerősével, hanem a férnek a barátjával csalja meg a feleség. Na, azzal a látasz. Egymásba szerettek, hát most. Ja, hallani ilyet, van ilyen sztori. Van ilyen sztori. Azért az nagyon kemény tudám lenni. Igen, egyszerre két embert vesztesz el, szóval azért az kemény. Jó, nézzük meg, hogy itthon mi a helyzet, jó? Nyilván megcsaláson már a legtöbb hallgatónk ment át, sajnos, ugye hát nyilván elkerülhetetlen. A felnőtté váráshoz azért kell egy-két ilyen, hogy az ember ezzel is átessen. De hogy keressünk olyan hallgatókat, akik megírják nekünk, hogy szerintük az övé volt a legdurvább. Tehát terhesen mentem haza a lakásomba, hogy meglepem a barátomat, és ott volt az ágyunkban egy nővel. Az ágyunkban, írja a hallgató. Ismerősöm tette, a család a kocsiban, anyu plusz kisfiú, itt van egy kis dolgom címmel, megállt a ház előtt. 20 perc múlva végzett, a család megvárta kint. Anyuka gyerek kint a kocsiban várt 20 percen. Bent elkapta a csajt, majd vissza a kocsiba. 10 éves sztori, azóta is csalja, de mindig kidumálja, hogyha gyanús lesz, ne hívjatok, írja egy hallgató. A gyerekkel és a feleséggel megállsz a ház előtt. De mit mondasz, hogy... Van egy kis dolgom, beugrom egy barátomhoz, hát nyilván, ugye szegény már. Igen. Igen. Amíg aludtam, addig a férjem a húgommal. Pont, szintén nem akar beszélni, elváltam. Ennyit írt, alá se írt egyébként, nem fogjuk visszaívni. Ugye azért a nőket se kell félteni. Mennyasszonyom háromszor csalt meg a legjobb haverommal a saját autómban. Mikor lebuktak, összetörtem a kocsit kalapáccsal, és még ő jelentett fel garázdaságért. De hát a saját autóját történt. Hát igen, de igen. Akkor is. Aha. A mostani párom legjobb barátja és felesége szűrte össze a levet, úgy derült ki, hogy a közös gyerek az apához akart este bújni, de a szerető aludt ott. Ja, ott is aludt? Ott is aludt. Amikor megy a gyerek, apa. Zoli? Apa, hagyd meg, Zoli. A feleségem azt mondta december 23-án, hogy lemegy a kocsiba az ajándékokért. Utána mentem, az alsó szomszédhoz ment, az ajtó előtt hallgattam a műsort. Elvertem mindkettőt. Atya Isten, milyen történetek vannak? Benzinkúton történt, a kolléga kutasként dolgozott, a lány shoppeladóként, persze ők egy párt alkottak, a lányhoz meg bejárt a szeretője, és a vendég WC-ben estek egymásnak, addig én harmadik kollégaként fedeztem a lányt, nehogy a párja bejöjjön az épületbe. Azért ez is szexi. Gyorsan lezavarsz egy menetet a benzinkút klotyójába, miközben a párod egyébként kint tankol. Tankolja a kocsikat. És odahívod a szeretődet a munkahelyedre. De a másik csávó, a falazó csávó. Hát a falazó az de nyilván. Várjon, mit mond? Kollegalitás. Ne gyere be, ott még jön egy autó, majd meg kell tankolni. Hát vagy ő is reménykedett, hogy befér a sorba. Ja, egy harmadik. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ördögűző tréninget indít a Vatikán. Hallottatok erről? Kineve? Gondolom, nem? Viccelsz, hát érted? Black Metal miatt oda kell figyelnem minden ilyenre. Kineveztek 7 új ördögűzőt, Szardíniából 3 papot küldtek Rómába, egy ördögűző tréningre, hogy gyógyítani tudják sátánista vagy fekete mágiát alkalmazó híveiket. És a spanyol katolikusok 8 pappal neveztek be a képzésre, mert egy tanulmány szerint az országban korábban sosem látott szintre emelkedett az ördögök által megszállt hívők létszáma. És ezért ördögűző tanfolyamot indít a Vatikán. Gondoltam, hogy a spanyolok fognak erre ráfűzni a legjobban. Nekik ugye a történelmi a hagyományaikból kifolyólag elég sok ilyen ügyük volt. Azért az inkvizíció tombolt ott egy hosszabb időn keresztül. Úgyhogy gondoltam, hogy ők lesznek az elsők, akik. De mi a baj Szardínia szigetén, ahová 3 ördögűző is kell? Nem tudom, mi történik most Szardínián?
Mi a baj? Hogy néz ki egy ilyen megszállt ember? Az milyen? Mert ugye a filmekben egy csomószor lát az ember ilyet, de valójában mi történik ezekkel az emberekkel? Epilepsziás rohamhoz hasonlít. Igen? A szakkönyvek szerint az ördögnek a benned lévő jelenléte. Habzik a szád, és rángatózol. És latin szavakat mondasz. Igen. Vagy holt nyelveken beszélsz, illetve hogyha ha mondasz valamit, és azt visszafelé játsszák le, akkor abból kiderül valami értelmesebb dolog is. Például. Emlékszem rá. Ez mi volt? Nincs meg. Ákosnak az egyik számával csinálták meg ezt a viccet, hogy visszafelé lejátszod, akkor az egy ilyen sátánista szöveg lesz belőle, és fölhívott valakit az emberünk, hogy nézzék meg, mert Ákos sátánista. Nagyon jó volt. És ki jött valami visszafelé a szöveg? Nehogy jött sem. Semmi nem jött sem. Nem. Hát ugye volt egy ilyen értelmetlen szöveg, és akkor visszafelé lejátszottak, és az Ákos szövege volt. Hogy, hát az utolsó ilyen nagy hordai ördögüzés, amire én emlékszem, az ugye a Ferikének az ördögüzése volt, amiről az egyik magazinműsor az egyik esemény csatornán is beszámolt, és hát ott, amikor felgöngyölítettek az ügyet, ott kiderült, hogy valójában az egész csak arról szólt, hogy nem kapta meg azt a kis kerékpárt, amit ő szeretett volna, de ő is bedobált gyakorlatilag mindet, és akkor nagyon hitelesnek tűnt. Tehát, hogy és az mi volt? Egy család elment egy ördögűzés, és a gyerekből kiűzték, de kamu volt, vagy igazi volt? Én erre nem emlékszem, nőnye meg kellesen. Kamu volt. Kamu volt természetesen, de nagyon hiteles volt eleinte. És elment valaki ezt leforgatni? És leforgatták, igen. És nagyon jól néz ki egyébként az egész szituáció. A szoba belsőt úgy kell elképzelni, hogy szentkép a falon, a moldalti kis konvektor, és a többi Ferike egy ilyen svéd típusú elemes fotelben ücsörög, irgalmatlanul szenved, közben a családtagok lefogják, és próbálják meg megakadályozni, hogy a sátán átvegye az uralmat a teste felett. Hát aztán később kiderült, mondom, hogy csak nem kapta meg a BMX-et. Várj, megtaláltam. Kiment a stáb, ugye kivitték a végferit, ugye? Aha. Ő, mint ugye szakértő, és a család se tudta, hogy a gyerek is kamuzik. Nem tudták. A család se tudta? Nem. Tehát egyedül a 8 éves Ferike vezetett meg mindenkit. És akkor a napló honnan tudta, hogy kamu? Hát mondom, gyanús volt. Kételkedtek, hogy valami nem stimmel. Na nézzük, mi történt. Most egy gyerekesszön, kisfiam! Engedd el, ragadtóak! Engedd el, hogy menjek el? Engedd el! Engedd el, most távozz tőle! Engedd el, ragadtóak! Engedd el, ragadtóak! Atya Isten, a gyerek vonaglik. Nagyon komolyan. Én nem láttam ezt az anyagot, hallottam róla, ismertem, de nem láttam. A gyerek ül egy ilyen karosszékben, fölötte papa, mama, ahogy halljuk, ugye, ők próbálják lefogni, a gyerek csukott szemmel vonag. Nem mondd, hogy menjen! Engedd szabadon! Ferike, engedd el! Ő vagyok a megtestesült gonosz! Nem vagy gonosz! Van ott valaki egy keresztel is. Van ott valaki egy keresztel is. Atya Isten! Alá! Angyal vagy te! A testemet elviált, hiszen te olyan kevettél! Nem tudjam minden, nem minden fogálom rá! Engedj! Mostoljon tőle! Távozzál tőle! Ne foglaltam semmi! Ne foglaltam! Majd a fiatokat megölöm! Felsőben. Gyerekek, ez nagyon kemény, nagyon a gyerek jó, nagyon jól nyomja. Jó. Fölakadt a szeme. Figyelj, én nem láttam ezt, én nem ismertem, óriási. Csak hallottam, hogy ez óriási. Elmondom, mi a megoldás! Hát igen, a megoldás. Hihetetlen, de apuka, mintha tudná, mire van szüksége Ferinek ahhoz, hogy az ördögi Ferencből angyali Ferikévé váljon. Itt a démon, de már kijön. Nem tudom, hol van az exercise book-a, valaki ismeri ezt a videót. 316-nál. Mert valaki elküldte ezt így, hogy 316. Nem, már megkerestem. Ja. Igen, egy pisszoár, de ezt a rejtvényt is mindjárt megfejtjük. Művelt egy démon nem vita. Atya Isten. Művelt egy démon nem vitás. Ja, és ez hát már a naposok. Művelt egy démon nem vitás. Azért valaki, amikor megkaptam mountain bike-ot, akkor eltávozott Ferike szellem. Hát fény, menjél, hogy valami ilyen. Igen. Az exercise book, ez nagyon sokaknak megvan, mert rengetegen megírták. Na jó van, hát kit érdekel, hogy ezek után mi van a Vatikánban, ha nekünk ilyen Ferikék van, nem? Hát most, hogy ott próbálnak ilyen ördögűző tanfolyamot csinálni, azért egyszer egyébként elmennék egy ilyen, amikor mondjuk egy komoly, felszentelt pap egy ilyet megcsinál úgy, egy olyan emberrel, akiben mondjuk valószínűleg tényleg benne van.
valamiféle idegen entitás, és mondjuk azt ott elkezdik kiűzni, nem? És nem színész, tudod, és mondjuk részt venni egy ilyen szeánszon. Kereszt kell, szentelni ehhez abszolút, abszolút nem értek, nem tudom, hogy ezt ez egy nagyon komoly procedúra, és tényleg, ahogy én hallottam, itt külön vatikáni engedélyekkel nem is végezheti egyébként. Aha, bármilyen okay. Pap, tehát erre vannak kiképezve papok. De ebbe hisztek? Tehát valójában, akkor, mert ugye azért ti vagytok itt a nagy szkeptikusok, hogy akkor ez lehet? Tehát, hát, hogy egy idegen entitás valaki beleszáll és ha a sátánban hiszünk, akkor hiszünk a Vatikánban is. Mivel a sátánban? A sátánban, hogyha hiszünk. De nem, csak kérdezem, hogy akkor erre mi a magyarázat? Nektek, akik úgy általában azért inkább a másik oldalon. Hogy nem kapott mountain bike-ot, hát Ferike, mi lenne a magyarázat? Ferike. De mondjuk, ha már a Vatikán is felszentelt papokat küld el ördögűzni, hát azért valamit ők tudhatnak, nem? Hát, megmondom őszintén, én hajlok rá, hogy higgyek benne. Tényleg? Igen, mert hogy vannak olyan filmek, amik milyen megtörtént esetek alapján, és olyan esetek alapján, amiknek meglehetősen tragikus végkifejlete lett, és így én hajlamos vagyok el. Tehát elhiszed. Igen. Uh-huh. Van ez a film, ez az ördögűzés Emily Rose ügyvéért. Ez is például egy ilyen megtörtént esetet dolgoz fel, és így hát elég megtöbbentő. A cím alapján nem biztos, hogy egyedül néznéd meg péntek este mélyeket, ördögűzés Emily Rose kedvéért. Nem egy horrorfilm, tehát hogy pont az a lényeg az egésznek, hogy egy hiteles sztoriról van szó. De mi a hiteles benne, ahogy kiűzték annak idején Emily Rose-ból az ördögöt? Hát a kiűzés, illetve maga az eset is, ami megtörtént. Igen, Emily Rose lehet, hogy szegény epilepsziás volt, nem? Csak nem ismerték fel, az közben meg ott ment a... Ment az ördögűzés, igen. Többen írják egyébként, hogy akik ismerik, vagy hallottak Ferikéről, a környezetében laktak, hogy később újra megszállta a sátán, és aztán benne is maradt. De én például belegondolok, hogy mit meg nem tettem volna annak idén egy mountain bike-ért, vagy egy favoritért. Például takarékdélyeket így gyűjtöttem, meg hasonlók, de hogy ez az ördög megszálljon, hogy ezt eljátszam, és így játszam el, ahogy ez a kisrác eljátszotta, hát ez is kell egyfajta. Nekem a mountain bike még már nem. Mert hogy akkor én már nagyobb voltam, és ez nem volt, hanem a BMX, tehát az én korszakomat a BMX határozta meg, akkor még mountain bike-ok nem voltak, de én is mindent megtettem, majd ráadásul ugye Nicole Kidman-nel a BMX banditák, ugye az ausztrál film. Ez a klasszik magyar tök morzsolós. Igen. Amire ugye a menőbek már föl tudtak tenni ilyen két ilyen csövet, amire rá tudtál állni, és azon tudtál gyakorlatozni. Igen, Gengelynél volt. Igen, de volt a gagyi BMX, ami tizenakárhány ezer volt, világos kék gumia volt, és az egésznek ilyen nagyon-nagyon csicsás volt a színezése. És ilyen és a teljesen lehetetlenek. Az altestet védelmére tökéletesen alkalmatlan, ilyen fel... tépőzározható, ilyen kis szivacs aha. Hengerek igen, voltak a vázon. Igen, nem értetted, hogy ez miért van, nem tudtad. És semmitől nem védett meg. És a gumi, ahogy kinézett azok a kis szálkák, ahogy ott kiálltak belőle, és kék színű volt, és ilyen terepfokozatú gumia volt, tudod, ilyen barázdás. És ugratás után mindegyiknek eltört a villája. Mindegyik tönkre mennyia, meg nem volt jó, meg ezek még nem is PC-en nagyon ugratós BMX-ek voltak, ezek csak az a hagyományos. És hogy én mennyi mindenkinek írtam levelet, meg mennyi rokon, meg Jézuska, látod, meg Mikulás. Tudom, hogy csak az ördög kellett volna, hogy megszálljon. Jézuska Mikulás pártitkár. Mindenkinek gyerekek. És nem is lett meg aztán, nem volt pénzünk rá. Tehát nem tudták a szüleim megvenni nekem azt a BMX-et. Neked Monti? Nem, favorit. Favorit volt favorit. Az álom? Hát beértem volna egy Sputnikkal is, annak idején. Azon már nem emlékszem, hogy ez melyik volt. De az is, hogy hát ez a ruszki ilyen országúti versenykerékpár, abból, amit érdemes volt átvenni, az egyedül a kormánya volt, mert az alumínium volt. Az könnyebb volt, mint például a csepeleken. De hogy még egy Sputnikkal is beértem volna, de azt nem kaptam, aztán később, amikor már kicsit lefutott, már nem érdekelt annyira, akkor kaptam meg a favót. Szerintem ezek a be nem teljesült álmok valahogy jobban megmaradnak. Nem? Tehát azért maradt meg ez ennyire, mert hogy vágytál rá, és nem is érted el. Nem? És azért lettél ilyen, most nehogy ezzel kezd, mert nem kaptál annak idején mountain bike-ot, azért vagy most. Nem feltétlenül, csak arra gondolok, hogy ha megkapod, akkor valószínű, hogy nem marad ilyen jellegzetesen aha. Meg benned. Nem? Minden gyereknek van egy baba, egy autó, bármi. Neked mi volt, Ferint? Egy új böllérkés, persze. Vagy egy böllérkés. Igen, de azt már csak 18 fölött adják nálunk. Nem, az a férfivá válásnak. Mi volt? Egy pár új gumicsizma. Az mindig volt. Hogy valaki futballozzon veled a grundon? Vagy neked mi volt? Az igen. Nekem nem lehetett, anyám nem engedte ezeket a sporttevékenységeket. Mert drága volt a szemüveged. Persze. De nem úgy volt, hogy ti ilyen bélbelsővel vartátok a focilabdát? Nem, azt mondta. Azzal is lehet focizni. Megtöltöttétek mindenféle ilyen ételmaradékkal, bevartátok. Igen, és szőlőkaró volt a kapu.
Szőlőkarom volt a kapu. És zilgumival mentek le a tóra. Csak ezenek egy gyerekkorban nem volt valamilyen, amire így nagyon vágytál volna? Semmi? Nem. Minden meg volt? Nem volt meg semmi, de hát nem mertünk mi ilyeneket álmodni, úgy mountain bike, vagy BMX. Most nem is erre, hogy bármilyen a saját szintjén, vagy tehát, hogy van akinek BMX, van akinek. Hát nem hallott hírzálat volt, és nem hallott erről a dolgot. Anyád bicikliét kölcsön kaptad, azzal egyik oldalra felakasztottad a gázpalackot, az utántöltővel, a másik oldalra moslékot. Semmi baj nem volt. Igen. Nem kitöltött nekünk már. Lányoknak... Vagy apád bingelt, és akkor a váz alatt tekertél. Mert ezt rengeteg falusi kisrác nyomta. Igen. Lányoknak volt az a baba, amit lehetett fésülni, megvágni a haját. Ezt tudom, hogy ez egy nagy álom volt. Sokaknak például ez nem sikerült. Igen, csak sokáig nem lehetett vágni a haját. Hát sokat nem vágtál, de egy kicsit bele tudtál vágni a hajába, tudtad fésülni, és aki ilyen cserélhető feje volt, vagy tudtál hozzá póthajat venni, vagy mit tudom én. Hát az is akkor nagyon-nagyon te nagy, jók voltak nagy szám volt, igen. Hát igen, nekem tényleg nem a sziszváltós Monty, hanem a HVZ váltós Sputnik. De az a sziszváltós Monty, ez kb. 10 évvel később. Hát az egy sziszváltós akkor Monty, akkor én már 20 volt, éves voltam. 17 évesen jöttek be a sziszváltós Monty, hát akkor te 24 éves voltál. Akkor azért, ne, tehát, hogy oké, nem a sziszváltós, de azért akkor mondom, hogy az egy túl modern dolog. Tehát, járogatunk, akkor volt felénk is egy-két jobb kerékpárszerelő, és ott ki voltak rakva mindenféle plakátok, és akkor nyilván bementünk javítatni a mi kis cuccainkat, meg összerakadni valamilyen akármilyen szedetvedett biciklit, de azért fönn voltak a falon a képek Francesco Moserről, meg a kampányoló cégnek a termékeiről, és akkor így nézegetett, és akkor úristen, de jó lenne. Olyan nincs. Ó, egy kampányoló váltó, vagy legalább egy triplex, ami tőlük nyúlta a dizájnt. Jaj, de jó lenne. Aztán fogtad, és akkor hazatoltad a kis bringádat. Hát az a régi versenybringán úgy váltottál, hogy kellett keresgélni, hogy körülbelül hol áll jól a izé. Hát az váltóvázas volt, persze. A váltón volt a váz lent. Tehát ugye nem voltak ezek a kormányváltók, hanem alul nyúltál, és alul váltottál a vázon. Hát, mint hogy nekem egyébként a favón ilyen is van. Még mindig? Persze. Már nem ezeket persze, a kormányváltókat csinálják? Nem. Hát nekem a régi klasszik van. Tehát, hogy azon nincsen változás ahhoz képest. Az ugyanúgy lent a vázon? Aha. Persze. De jó Isten. Hát a cseh, ugye a favorit? Igen. A cseh ipar remeke. De jó is volt. Na, az például, az nálunk egy se volt a faluban. Tehát, hogy nem lehetett beszerezni. Szörnyen menőnek Csepel számított. Csepel versenykeród volt, ha valakinek lett volna egy olyannyia, kész. Hát a Csepel az nagy, mert a tacskó, nem ti tacskóval nyomtátok, nem? Tacskó, emlékszem? Két vékony ízű váz ment át. Igen, meg az a Harley, meg a Harley kormány. Igen. Tehát ugye, ami kicsit ilyen kifelé velő Harley kormányod volt. Összecsukhatós kemping. Nekünk még az összecsukhatós kemping az menő volt. Igen? Az sok helyen nem volt. Volt nektek? Nem. Azt ugye középen hajtottad félbe, és ilyen világos kék színűre festették őket. Tehát legalább, és nekünk világos kék igen, volt. De volt belőle ilyen sárgás is, vagy ilyen, tehát igazából nem az igazi sárga volt, hanem ilyen krémesebb színű, ilyen kicsit ilyen okkeresebb. Nagyon furán nézett ki. Voltak ott jók, meg voltak a pannoniák. Volt például agyváltós pannonia, ami háromsebességes volt, iszonyatosan menőnek számított. Na, és azon például, ha jól emlékszem, azon kormányváltó volt, ami akkor egy hihetetlen nagy dolog volt. Szörnyen menő volt. A markolattal tudta forgatni rajta. Na igen. Na mindegy, ezek a be nem teljesült vágyak szerintem jobbak. Valahogy jobban megmarad. Hát jobban megmarad. Megkaptad volna, megkapod, megunod, nem? És nem úgy gondolsz vissza rá, hogy úristen, mennyire szerettél volna egy olyat. Amit én mindig szerettem volna, és szerintem a mai napig örülnék neki. Barátok. Illetve barátok például, igen. Barátok, nagymellő, alacsony, kubai segű, szőke lányok. Kubai segű, jamaikai fejű. Igen, brazil lábú. Ez a Brooks nyereg volt. Na ez ami, már nagyon spéci, ezeket én nem tudom. Ami egy marhabőr nyereg volt, és részszegecsekkel volt oldalt. És ezt így hívják, Brooks. És egy Brooks. Azt mondták róla, ez lehet, hogy csak egy legenda volt, hogy egy ilyet az ember egy életre vásárol magának. Hogy tényleg ez egy kicsit idomul az embernek a farpofáihoz, és akkor azáltal törik be, azáltal válik ideálissá, hogy te tekersz rajta nem tudom hány ezer kilométer. És ez gyönyörű volt. Van. Ezt nyúlta egyébként annak idején a favorit is, a saját marhabőr nyeregével, amit viszont nem formára ültél, hanem szétültél. És egy idő után kilapult. Igen. BMX 4050 forint volt, a kemping 2600, Kalocsán a Duna áruházban. Ott sírtam a BMX-ért, soha nem kaptam meg, írja Misi. Igen. Balázs, amiről te beszélsz, a világos ki gumis tépőzáros BMX, az a magyar Csepel BMX volt egyébként, tényleg a lehető legstrapabíróbb, legjobb minőségű BMX. Lehet, akkor az jó volt? Nem emlékszem, hogy milyen minőségű volt, csak arra emlékszem, hogy világos kék tépőzáras, lehet, hogy Csepel BMX volt, nem tudom. Hát azok a biciklik, amikre én emlékszem, és voltak ismerőseimnek, egy-kettőnek csak, azok ilyen román heggesztett villájú BMX-ek voltak. Tehát, hogy két hetente törték el. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy.
Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Kovács László, excellent sportoló. Hello, Laci, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. Te akkor voltál itt, amikor még csak készültél erre az útra, így ami van, most már túl vagy, ugye? Igen, igen, megtörtént. A maláj dzsungel átszelésén, erről beszélgetetek legutóbb, amikor Laci itt volt. Így igaz. De önmagában miről szól ez a túra, csak hogy megpróbáljuk közelebb hozni azon emberekhez, akik egyébként most valahol a festői Blaha Lujza téren hallgatnak bennünket, és nem nagyon tudják elképzelni a maláj dzsungelt, hogy bent vagy X időt teljesen egyedül, civilizációtól elzárva, és önmagadat próbára téve eljutsz A-ból B-be, mint egy közben leküzdve a kihívásokat, ez erről szól? Igen, hát nagyon leegyszerűsítve, igen. Ugye ebbe volt víziút, meg volt egy nagy rész gyalogos út, közben improvizálni kellett, mert hát a A-ból B-be jutni rendkívül bonyolult, használtam vadcsapásokat, írtottam bozótot, rengeteg kidőlt fa van, és hát azért útközben is sok meglepetés ér az ember. Mekkora távot kellett legyőznünk? Tehát mennyi volt, hát amit kitűztél? Bő 300 kilométer volt, végülis teljesen improvizatív volt az egész. Nem, a utam végén nem oda érkeztem meg, ahova szerettem volna. Viszont... Svácok, haló! Egyébként rengeteg probléma volt a kommunikációval, ugye szerettem volna gyakrabban bejelentkezni, ez valamelyest a biztonságomat is szolgálta volna. De nem működött a telefon megfelelő módon, és hát így nehéz volt beazonosítani, hogy hol járok, meg ha gondom van, akkor hol keressenek. Na, ugye úgy kezdődött a sztori, hogy neked kellett építeni egy tutajt. Igen. Igen, egy csodálatos bambusz tutajt építettem, felteszek nektek egy találós kérdés. Na, mindig jók vagyunk. Na, hajrá. Ezt tartott másfél hétig gondolom. Ezen gondolkodtam, hogy mi lesz a találós kérdés. Tessék, mi az? Bularáke? Egészségedre. Hát a bulát. Csinosztály, kislány. A bulát tudom. Na is harrake. Csinosztály, kislány, aki tud egy rövidebb utat, a boldogát. Bum-bum, finishes befejezés, igen. Ez micsoda, vagy mit jelent? Ez a bambusz tutaj. Nagyon érdekes, mert én is azt hittem, hogy bambusz, bambú, ugye gyakorlatilag világ minden nyelvén körülbelül azt hiszed, hogy azt jelenti, hogy bambusz. Néztek rám kikeretkedett szemek, hogy keresem bambuszt, akkor mindenki vonogatta bambusz. Bulo, hát bulo, értsége, akkor ugye leesett mindenkinek, amíg a gond volt, én hogy azt hittem, hogy azt mentem, hogy mint a parlagfű úgy nő ott a bambusz, és ez nem igaz. Ha nem találtam megfelelő méretű bambuszt, onnan indultak kezdetben a problémáim, aztán szerényebbre váltottam, egy más technikával építettem egy nagyszerű bulo rakét, amitől nagyon boldogak voltak a helyiek, meg akik láttak, mert mindenki integetett, hogy tradis a gyerek, és akkor a Yamaha benzinmotoros cuccával elszáguldott 97-tel mellettem. Miután rájöttem, hogy nem tudom megvalósítani a kiindulási pontomból az adott pontba való elérésem, így elkezdtem improvizálni. Akkor van egy hatalmas, ez egy nagyon nagy épített tó tulajdonképpen, ez ilyen hülyén hangzik, mint egy 300 szigettel a dzsungel kellős közepén, némi infrastruktúrával. Az volt a tervem, hogy ott megépítem a bularakét, és akkor elérek B pontba, ahonnan váltok gyalogosra. Ez nem sikerülhetett, mert nem volt bambuszom. Aztán próbáltam azt, hogy bérelek motorcsónakot. Irreális ár volt, nem volt senki kuncsaftyú, nagyon nagy összegeket akartak. Akkor én odébb mentem gyalog, és van egy gát, ott gondoltam, hogy onnan egy 6 kilométer átúszok, egy rövidített útvonalon. A kis hátizsákoddal átúszol, igen, hát, mert egy tökéletes vízzel a hátizsákon van, hogy azzal átúszok, és akkor onnan folytatom az utat. Na, az volt a hiba a rendszerben, hogy itt egy rendőrkordon állta az utamat, mert hogy most stratégiai szempontból mi őrizzük ezt a gátat, nehogy felrobbantsák. Csak helyiek léphetnek be. Akkor ide egy fehér ember zsákkal hátra, és úszni akar 6 kilométert. Picit gyanús. Ez több mindegy, nagy zsák. Elég fura. Ugye baloldalról a lefolyó vadvíz állta utamat, jobbra, mondom, megkerülöm a rendőrkordont, azt mondták helyiek, hogy benne senkit nem érdekel, ez itt van ez a kor. Jó, vágok utat, megkerülöm a rendőröket, aztán utcóba a dzsungelbe. Hát egy 3 órát elpazaroltam, mert haladtam körülbelül 200 méter, és azt mondom, hogy kész, ez nem az. Annyira sűrű volt, hogy nem 70 fokos leszakadás, kidőlt fák, mert tudták ők jól, hogy miért vannak ők jó helyen. Menjél, ha akarsz, barátom. Kész. A helyismeret, ugye. Feladtam, B-ter, meg volt, hogy milyen koordinátába kell eljutnom, és akkor utcónak egy másik útvonalon bevetettem magam. Na most ezt hogy kell elképzelni, hogy az ember napokon keresztül tök egyedül barangol, és egy macseta van a kezedben, az a legjobb barátod, jönnek az állatok, hogy ilyenkor mennyi időt vagy a dzsungelben, igen, vagy mennyit ez néz? Többenetes, szóval az, hogy gyakorlatilag a faluba meg a falu szélén is dzsungelben vagy. Annyira nehéz a mi léptékünkkel elképzelni eleve azt a világot, azt a klímát, hogy olyan, mint itt kilépni az utcán, és hopp, dzsungelben vagyok. Ott jönnek, mennek elefántok, zajlik az élet. Az embereket ugye, ez természetes környezetük, ők nem döbbennek meg ezen. Ez kicsit fura, hogy mi a francia akarok mondjuk én bulorakéval menni 300 kilométert, meg itt-oda mászkálni.
mert hát, hogy ők jó dolgukban nem mászkálnak, csak a konkrét céljuk van ezzel. És mit tettél? Azt tudjuk például, hogy mit tudom én, Klein Dávidnak az Everesten a spár marcipán volt a legnagyobb barátja. hogy neked, neked esetleg Aldis csokoládé, vagy Lidl-s keksz, vagy Ocean-es pilóta keksz, vagy bármi Peris túró. Igen, Tesco-s túró Rudi volt valami, amit itt? Alapfelszerelés, ez nekem hozzátartozott napi egy ócska leves, ez a zacsis, amit tudsz venni bárhol, és egy zapszelet. Valamint kiegészítőnek vittem magammal ilyen növényi... Egy leves vagy egy zapszelet? Hát figyelj, te nem zabálni menték ki oda. Én gondolom, nem lakodalomba jöttem, gyerekek. És akkor hát ugye az volt a terv, hogy kipótolom, ahogy tudom. Éppen kipótolom kígyóval, vagy krokodillal, vagy akivel találkozok, azt lecsapom és megeszem. Vagy valakit a rendőrkordomból lemarsz. Tehát az volt a terv, hogy megfogod az állatot, mint régen, ugye milyen szép egyébként, nem ennyire visszamenni a természetbe azért ez egy dolog. Tehát amit levadászol, azt teszel meg. Igen, aha. Szóval volt egy alap, hogy ilyen halni nyilván nem fogok. És sikerült valamit elejtened? Vagy persze, igen, gond volt a valaki vízállással. Két maláj kislányt, egy maláj kisfiú, meg egy vízhordó asszony. Egyébként a valakit is, majd nem tudom, kitérjek erre. Majd beszélünk róla, igen. De hogy milyen állatot, vagy hol? Tulajdonképpen a kígyókba azért nem fektettem energiát, mert találkoztam többel, de olyan picik voltak, hogy mondom, én ezt üldözőbe vesztem, ezt lecsapom, tüzet rakom, stb. Körülbelül, mint egy virsli, annyi maradt belőle. Igazából erre neki a befektetés nem értem meg, így hát átálltam a halakra. Nagyon alacsony volt a vízállás, komolyabb halat nem lehetett fogni, csináltam, mert ugye PET palac mindenhol van a világon, egy ilyen nagyon egyszerű csapdát, mindegy, most nem modellezem nektek, de ilyen 5-6 centis halakból egy nagy kupacot össze lehet fogdosni pillanatok alatt, és hát tulajdonképpen ez képezte a gerincét. Amit rengeteg gyümölcsöt ettem, hogy fogalmam sincs, hogy miben nem betegedtem meg, és körülbelül 6 raklappad magunk. Nem tűnsz annyira tudatosnak, mert azért nem vagy egy bergülsz, hogy így, mi az a kék bogyó, a fene se tudja maximum meghalni. Ilyen alapul azért valamit leszakítasz, hát abban két nap alatt az ember simán belehalt. Hát én egy ilyen nagy hasmenésre tippeltem, de megmásztam. Meg rengeteg... De itt hajtad a kis növény határozódat? Vagy hát itt a nem vittél egy búvársebb könyvet magadat? A kis növényhatározat úgy néz ki, mint a révei lexikonától zéig, ott annyi növény. Nem veszélyes ott valamit megjelni, amiről nem tudod, hogy miért én nézek ilyen túlélő sorozatokat, hogy minimum, ez mi, az mi, nedd meg, medvetalk, meghalsz, ez nem, te meg leszakítottad egy bogyót és megetted. Nem, 200 félét ismerek, de itt körülbelül 8600-ról beszélünk. Alapvetően elláttam magam kókusztejjel, imádom frissen, fölmászol, lecsapod, megiszod. Isteni. Rengeteg vadmangót tettem. Az mondjuk nagyon sok. Vagy annak gondoltad? Igen. Lehet, hogy az ott a cseresznye. Aztán tényleg nagyon sok érdekes gyümölcs volt, így tesztelgettem őket, mert fogalmam nem volt tényleg, mert annyiféle is... Lehet, hogy azért volt belőle sok, mert nem ette senki. Igen, huncut dolog, mert volt, amit megesznek a majmok, ugye, de a majmokra se hagyatkozhatsz, mert a majomot nem betegíti meg, az téged még csak igen, nem ugyanaz a bélflórán, azért, igen, tehát egy kicsit meg. Ott például veled valami történik, megmar egy kígyó, megtámad egy malájmedve, hát ott van valamilyen műholdas telefonod, ami ugye nem működött, mert lefűzött, ott nagyon senki nem talál meg napokig, nem? Hát ott napokról azért nem érdemes beszélni, mert körülbelül két nap alatt nyomot sem marad. Már olyan szempontból, hogy a 4 centis hangyák esznek meg a tigrisek széthurcolnak. Komolyan? Hát ott pillanatok alatt tűnik el minden. Hát akkor ott kell ingatlan vitába keveredni valakivel. Nem Tájföldön, mert ott ugye megtalálnak. Oda kell befizetni az üzlettársadat. Tehát tök egyedül azért ez, ebben a formában így ezért is veszélyes, nem? Tehát nincs az, hogy akkor jó, most kiszállnál, becsörögsz, és akkor jön érted a helikopter. Itt nincs kiszállás, szóval így, hogy egyedül vagyok, meg egyébként is itt igazából egy opcióban megcsinálni. Készültél valahogy, vagy nézel ilyen túlélő sorozatokat? Vagy azért ezt ismerni kell a természetet, tudni, hát tudom, hogy túl vagy már egy csomó mindenen, ahol azért erre úgymond edzhettél. De hát most azért így hárman nekivágnánk, hogy találkozunk középen, nem érne oda egyik. És palacból, hát én innen, te onnan, én középül, oké, 3 nap múlva találkozunk a tónál, szerinted ki érne oda? Nem nagyon lenném meg. Szóval, hogy azért erre azért masszívan kell készülni. Hetekig álltál sorban a nyugdíjfolyosító intézetben. Elintéztem minden papírt. Nem, egyébként ugye a pszichológiája érdekes ennek. Eleve számomra nagyon izgató és érdekes, hogy egyedül. Ugye ez egy egész egy nagy tapasztalás, persze. Ba helyezi az egészet. Hát nyilván kell hozzá egy nagyfokú tapasztalat és egy nagyon jó fizikai felkészültség. Aztán ezt, ha így szépen összefűzöd, és be tudsz olvadni a természetbe, mert igazából ennek az a lényege szerintem, hogy nyitottá váljál. Ha teljesen nyitottá válsz, elfogadóvá válsz, beengeded többenetes energiák. Valott leülsz, gyakorlatilag meditálnod se kell, csak becsukod a szemed, és így ömlik beléd ez a nyers erő. Erre, ha vevő tudsz lenni,
nyilván balesetek történhetnek, akkor, akkor onnantól kezdve ez neked egy olyan csodálatos lelki utazássá válik az egész a kínjai ellenére, bár én soha nem éltem meg kintként semmit, mert ha úgy kezdeném megélni, akkor nyüglődnék igen, az egész. Mondjuk, ha már Budapest-Frankfurton rosszul vagy, akkor az már igen, az már nem tud szerencsés, igen. Milyen az éjszaka? Tehát pont arra gondolok, hogy ezt most leírod, hogy azért a hangok, a zajok, a neszek, az ürejek, azért hát az fantasztikus az lehet. Az olyan, mint egy más világba kerül. Eleve nagyon zajos a dzsungel, ugye ezzel nem számol senki. Rengeteg a madár, rengeteg olyan rovar van, és olyan zajosak, mintha kerepelnének, valaki éppen flexezne, vagy csiszolna a szomszéd vasárnap hajnalba. Ezzel a döbbenetes hangok vannak, ez este felerősödik a naplemente. Utána azt tudni kell, hogy egyenlíti, úgy így leesik a nap. Valaha 6 órakor nem kezdesz el tábort venni, akkor 7 órakor full sötétbe. De volt, hogy elszakadt a célra, és kusz legyen már! Ez csak a kínai negyedben az utolsó napon. Felmászul egy fára, vagy ott maradsz éjszaka, és gyújtasz egy tüzet, hogy mondjuk ne jöjjenek a vadállatok? Vagy mi a szabály ilyenkor? Így van, csinálni? Hát ugye folyóparton nehéz kikötni. Szóval itt kezdődnek a problémák, hogy hol szálljak a partra szállás. Ugye nagyon alacsony volt a vízszint, hát ez a nagyon alacsony, ez 0 és 6 méter között. Látszott, hogy 9-10 méter magason még hordalék van, hatalmas fák, hogy hol szokott valójában a folyónak a alapszintje a monszun idején hol van. És hát ebből kifolyólag ugye a folyó meder, az egy, ez egy sziklás valami, és ugye benövi a dzsungel általában tiszta zárt növényzet, mert hát éri a napfény, és hát víz is van neki, általában ha beljebb kerülsz, akkor már nem annyira veszélyes ez a helyzet. Ha megpróbálsz partra szállni, jó, oké, na erről egy rövid kaland például. Oké, kikötök, éhes vagyok, fognék egy halat. Jó, kikötöm a kis bulorakémat, bedobom a kis vizei készségemet, az örök a bozót. Hát ugye a parang az mindig alap cucc, hogy az a kezedben van. Hát a para van. Mindig velem is oda. Én a para és a majré nélkül sehol nem megy. Van két jó barátom, a para meg a majré. Megértem, hogy neked is jó barátod volt a para. Parang ez a neve? Parang, hát ez olyan, mint a macséta, kicsit más forma, a helyiek ilyet használnak. Ez mindig ott, a helyiek nem értik, hogy macséta, mint ahogy a bambusz se. Ez mindig ott van nálad, vagy ott kell, hogy legyen nálad? Hát ez olyan szempontból, ugye ezt itt tudatossá kell tenni magadba, hogy itt bármi zörög, bármi van, azonnal le kell reagálnod. Úgy működsz tulajdonképpen, mint egy vadállat, mint egy ősember, hogy itt nincs arra, hogy na, ez mi lehetett, nincs mi lehetett. Előkapod és támadsz, tök mindegy, hogy mi. Uh-huh. És ha nagyobb, és ha tigris. Igen, hát, és ha vadőr. Akkor még vadabb leszek. És hallottál hát, hangot? Igen, meg volt a partraszállás, ugye bedobtam a kis cuccomat, vártam, hogy kapás lesz, és az üreg zörög van, egyből lereagáltam, hátra nézek, egy vízibi baj. Fújtat, és jön fel, áttad, menekül, és éppen nagy szerencsé volt, hogy nem cuccoltam le, egyébként a cuccomat rajta hagytam a kis bulorakét, belögtem, és úgy beugrottam, szia vízibi baj, hagylak, oké. Eljött megnézni téged, jött barát. Igen. De miért nem vágtad le? Hát meg lett volna. Nem tudtam volna felfüstölni. Az igaz, mondjuk, hogy mert ott az elke is volt mögötte, és egy para. Mérges lett volna, hogy megölöd a jó szeget. És akkor macsát a kézbe, be a hajóra, ott mondtad, hogy akkor most ott nem. Igen, nem, jó, már legyen tiéd a terület, és akkor odébb álltam. Ilyen apró meglepetések vannak, vagy például, ugye soha nem tudod, hogy kivel állsz szembe. Nézd, és direkt zörög. Ilyen fura hangok például. Mentem, egy nagy tömegű valamit hallok, hogy dobog. Hogy jön? Nem, vagy hogy közeledik? Hogy mellettem zizek, nem túl messze, de nem láttam belőle semmit, ugye élesre állítottam a parangot, hogy mondom, na lesz, ami lesz, és akkor elszaladt egy van. Hogy kivel álltam szembe, fogalmam nincs a mai napig, hát ezek a fura dolgok, vagy például ordítanak a makákok, suhog tőlük a bozót, tényleg 40-50, jönnek, hogy leüvöltik a fejedet, el akarnak hajtani, ilyen szitu is voltak. Zseniális lehet egyébként. Ezt így hallva, ez csodálatos, szóval ez a érintetlen, nagyon vad, kemény világ, ez számomra egy akkora csoda volt így megélni. Hát meg nem beszélve, hogy a tigrisek jelen vannak. Ami problémám volt, ugye szedtem a malária elleni gyógyszert. Egy nagyon, nagyon komoly mellékhatásai voltak. Szívdobogás voltak, nekem is rémálmaim tőle, ha elhagytam, nem. Orvérzést is okozott. Nem szedtem, rájöttem, hogy orvérzést okozott. Hát, ez egy nagyon szerencsés helyzet, ha napi 30 km vércsíkot húzok magam után a dzsungelbe, hát az totális. Arra még a cápák is kijönnek. Ezzel lehetem. De milyen jó egyébként, hogy a malária önmagában például, ez kevésbé durva, mint ha szeded a malária elleni gyógyszert. Igen, ha nem ez viszel a másik körülbelül. Én szedtem malária elleni gyógyszert két nap után abba hagytam. Mentünk az Argentinára. Igen. Döbbenetes mellékhatások. Van, akinek a haja kezdett el hullani. Miután a stárnak a fele kihullott a malária elleni gyógyszert, mindenki abba hagyta. Igen, valakinek a fog
foga kezdett fájni, van, akinek szürkült a bőre, és mondom, hogy inkább csípjen meg egy szúnyog, én komolyan, én bármivel kezelem. Valaki maláriás lett tőle. Igen. Tehát, durva a dolog. Szóval, és akkor például a tigrisek ordítanak a háttérbe. Ez egy nagyon érdekes alapzaj, először egy kicsit szokatlan, ugye a farkasokhoznál szoktam, medvék között jól mozgok, de azért az, amikor így hallod, hogy kommunikálgatnak, hogy nem túl nagy távolság, ugye napi 20-30 kilométert simán megteszek egy sportjáján, akkor úgy tudod, hogy mondjuk 4 perc alatt beér, hogyha itt ő úgy gondolja, hogy ő most éhes. Szóval ezeket a gondolatokat... Inkor föl a fára például? Vagy... Az a baj, hogy nincs értelme minden sportágban jobb, mint én. Tehát föl is jön utána? Ha lesz kúszik, mászik, bintúzás. Igazából az a baj, hogy tényleg olyan, hogy jó lehet bele próbálkozni. Mi alapján tájékozódsz? Hát mindenhol erdő van. Van egy kis GPS, ahol mondja Lajosbá, vagy... Anyar nem forduljon. nem, balra. Bocsánat, igen. Tehát mi alapján lehet tájékozódni? Ez hogy van? Egy nagyon alap volt, mert néhány koordinátám volt. Térképem nem volt, csak egy nagyon primitív, egy műholdról nyomtatott térkép. Igazából vannak... De helyi... arra a kontinensre szóltak a koordinátok? Nem tudom, mert nem osztáltam annyit. Igen, volt ilyen koordinátám. Nem tudsz mit kezdeni a térképen, mert nem látsz semmit. Igazából nincsen kiszögellési pont, vagy ott az a hegycsúcs, és beazonosítom, és visszaszámolás, bemérem magam, hogy hol vagyok. Zöld, jobbra zöld, balra zöld, előre, föl, le. Hát igazából úgy nézel egy térképet, aztán... Tehát nincs fönt a fintzászló, a fákod, meg piros út, sárga út, hát ilyenek nincsenek. Ami egy nagyon nagy siker volt számomra, így lehet, hogy így nem hangzik annak, hogy nem tévedtem el. Na visszatérve ugye az éjszakához. Ha megérkezek, mondjuk 6 óra, esik lefelé a nap gyorsan, és rőzsét begyűjtök, hogy azért legyen, hogy felakasztom a kis függőágyamat, moszkítóháló. Mindig mesztelenül voltam, nagyon mókás lehetett egyébként. Ha már elkap legalább, lássam valami szépen. Nem? Az ingyenek ne tett tönkre. Most már kezdjük érteni egy picit, hogy miért akarsz mindig távol lenni a civilizációtól. Függőágy, ez is egy szabály, ne a földön aludj, ott megcsíp, megmar, megszúr, tehát mindig van, a levegőben. Így van, a eső miatt, meg hát olyan rosszak a talajviszonyok, hogy reménytelen. Nem azért, hogy följebb legyek, mert most egy tigrisnek, hogy 70 centi vagy 2 méterig. Az mindegy, aha. De gondolom, a pokok, rovarok, hangyák, amiatt jó, nem? Van, óriási hangyák vannak, harapnak. Mindent föl kell akasztani, mert a útjukban van a hátizsák, akkor így átrágják magukat szó szerint rajta. Ha mindent tönkre tesznek, ilyen apróságokra figyelni kell. Akkor ugye anyaszült mesztelen, elkezdtem tüzet rakni, hát ugye széthajtotta úgy, ahogy a moszkitókat, és hát aktuálisan, ha volt ennem valamit, akkor megsütöttem, ha éppen nem volt, akkor nem. És hát rád szakad az éjszaka szó szerint, isteni volt, mert telehold volt, én nagyon boldog voltam, imádom a teleholdat, átsejlik a holdfény, milliószám megjelennek a hát Szent János-szerű bogarak, cikáznak, fürtökbe ülnek. Világítanak? Világítanak, igen, nagyon de jó, mint kis neonfények, gyönyörű volt, lenyűgöző, felerősödik a zaj, és akkor megindul ez a éjszakai zirkészzörgés. Hát voltál egy nagyobb keresik. Én összetolnám magam, gyerekek. Azért, ha nem ismered az erdőt, vagy nem tudod, hogy nem? Kizörög. Ez már nem vicces. Ha lett volna rajta. Volt olyan, hogy féltél egyébként. Mondtad, hogy ez most nem vicces? Igen, de néhány nap után érdekes, mert annak ellenére, hogy ugye aludni nem tudsz, két percenként. A parang beélesítve, tőr a mellkasodon, nagy teljesítményű lámpa a kezedbe, zörgés. Megvilágítod, van-e két szempár? Legalább látod, hogy mi öl meg, nem? De hogy van-e két szempár, vagy nincs? Mert ugye rengeteg gyümölcs hullik, gajak, fák dől. De négy szempár mennyivel megnyugtatóbb, nem? Figyelj. Legalább lesz szemtanú. Igen. Még egy ha van egy paklikát, egyet leosztasz. Nézzük, egy flopot még nézzük meg. Nagy baj nem lett. Ebben az egész túrában egyébként, hogy hallgatlak téged, az lett az érdekes, hogy azok a fajta ösztönök, amiket az ember itt a civilizációban elnyom magában, és szerintem nem tudnak kialudni, mert hogy mindenkiben ott van genetikailag kódolva, hogy ez egy-két nap után, vagy egy-két hét után, ha mindenki részt venne egy ilyen teljesítménytúrán, mennyire visszatalálna a civilizációból a természetes közegünkbe, mert hogy szerintem inkább ez a természetes közegünk, mint a jelenkori civilizációban élünk. Hogy ezt érzi az ember, hogy egy-két nap után, most idézőjelesen kicsit durvábbat mondod, hogy jobban hallasz, élesebb vagy, felébrednek azok az ösztönök, amik elnyomsz magadban? Itt a városban? Igen, ez nálam tudatos, mert ugye ezt a útjaim során én ezt már megtapasztaltam. Ez van egy ilyen felébredés a dologban? Igen, tulajdonképpen ez a valódi énem, amikor ilyenkor előkerül. Ugye azért mindenki megkapja maga neveltetését, iskoláját, munkáját, örülő, stb. Ugye épülnek föl ezek a dolgok, amik valahol igazából nem te vagy. Valamilyen azért ott te úgy el vagy ásva magad kis ösztöneivel és az igazi megszületett éneddel, és ilyenkor gyönyörű szépen visszatmanyarodsz, és döbbenetes tapasztalatokhoz jutsz, hogy valójában ki vagy te. És én nagyon szeretem egyébként ezt a másik vadember énemet, és nagyon szépen át tudom magam fordítani egy nap alatt, de ilyen jellegű tapasztalatom ugyan ebbe a klímában nem volt, de ugye a nagy alap megvan, amire lehet építeni. És én itt kimegyek, kinyitom magam,
és én akkor más világban egy, hát hülye hangzik, más emberként élem meg ezt az egészet. Én nagyon értem, amit mondasz, tehát ez a fajta tapasztalás, ez egy olyan önmegismerés, és ez a valódi önbizalom, amikor ha megoldasz egy ilyen éjszakát, vagy megoldasz egy ilyen estét, akkor valami olyan erős önbizalom, önértékelés alakul ki, amikor valójában megismered önmagad, így nem? Így, és nem a házad az autód alapján, vagy a fizetésed alapján lesz önértékelés, vagy önbizalom, hanem a te valódi személyiségedet érted így, meg az erdőben. Szépen így leleplezed önmagad, igen, önmagad előtt. És szépen az ego, mint egy ilyen kis hagyma, így lehámozódik, és egy ilyen éjszakát végigcsinál. Köty leszel a végén, és hogy rájössz, hogy de gyakorlat... közben utána meg baromi nagy, idézőjelesen igen, nagy. Igen, ugye? De tényleg, ahogy leépülsz, leépíted magad, lehámozod magad, így rájössz, hogy hát itt én vagyok a legszerencsétlenem. Hogy gyakorlatilag mindenki többet tud mindenről, mint én. Hát tényleg egy szúnyog, egy badár, itt mindenki simán túlél, én meg itt vagyok ezzel a azért is érte egyébként, Balázs, amit mondasz, mert van köztetek egy másik közszerkötő kapocs, és ő is állandóan leszeretne vetközni a természetben. Igen, nem tudom, a srácokat látni, hogy valóban fussunk bele egyszer mesztelen a naplementébe, de az a normafámmal legyen a normafám, tehát nem akarok ki Malájos erőbe menni, csak... Vagy a Járos egyik kilátó. Valahogy én is szeretnék visszatalálni egy kicsit a természetben. Na most egy ilyen kaland után mi lehet a következő, vagy mi az, ami még kihívás? Jó, lehet. Hát olyan bakancs listán van. Igen? Hogy, persze. A következő becélzott helyszín egyébként namíbiai sivatag, egy nagy átkelés. Az egy hány kilométeres túra lesz? 500. Jó, mikor mész a sivatagi túrára, akkor utána beszélnénk veled mindenképpen, mert szenzációsabb. Hát inkább előtte a biztonság. Hát előtte és utána meghallgatnánk a felkészülést, hogy mi pontosan a terv, és aztán nyomon követve téged, ha be tudsz jelentkezni akár műholdas telefonról, meg utána akkor nagyon szívesen meghívnánk. Hát ez jövő év elején, olyan február környékére gondoltam, addig a felkészülést is el tudom odáig gördíteni, ugye felszívom magam ismét. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Beszéljünk, amikor nekivágsz az újabb túrádnak, meg talán amikor visszajöttél. Jó, nagyon benne, izgalmas ezt hallani. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor.